Elsősorban a Hunyadi sorozatról lesz szó, amelynek a 7. kötete jelent meg, a Félhold tündöklése címmel, valamint a Hajnalcsillag fénye című kötetből készült képregény adaptációról. Ez a könyvsorozat Hunyadi János fogantatásától kezdődik, szinte ha lehet ezt mondani, és a távlati tervek szerint egészen Korvin János életéig, haláláig tart. A Hunyadi sorozat egy olyan vállalkozásnak indult, ami 3 kötetben mesélte volna el Hunyadi János életét, és ezt a 3 kötetet folytattuk volna a kiadóval, Mátyás királyról szóló trilógiával, és hát ha nem is 3 kötetben, de 1 vagy 2 kötetben a már 3. nagy Hunyadi nemzedékről, Korvin János életéről született volna még néhány kötet. Volt 10 kötetes terv is. Igazából ez a 3 nemzedék, a Hunyadi család 3 nemzedéke mutatta volna meg a magyar történelemnek a 15. századi históriáját, 16. század első felét, egészen Mohácsig tulajdonképpen. Tehát nem ért volna véget Korvin János halálával, hanem eljutottunk volna az olvasókkal együtt Mohácsig. A dolog ott csúszott el egy kicsit, hogy az anyaggyűjtés közben túl sok olyan részletet találtam, amit én nagyon izgalmasnak és érdekesnek találtam Hunyadi János életéről. És amikor az első kötet megjelent, a Hajnalcsillag fénye, ott még gyakorlatilag Hunyadi János életében 21 néhány éves koráig jutottunk el, és a kiadó kérdezte egy kicsit aggodalmasan, hogy ha az első kötetben még csak itt tartunk, akkor hogy fog beleférni a második, harmadikban mindaz, ami ezután jön. Mondtam, hogy lehet, hogy 4 kötetes lesz. A második rész megjelenése után úgy éreztem, lehet, hogy 5 kötetes lesz, és így tovább. Kicsit tágultak a horizontok, és ezt először a kiadó Dermet rémülettel hallotta. De azután, amikor látta a fogyási adatokat, kezdett egy kicsit barátságosabban viszonyulni ehhez a megalomán terjeszkedéshez. Szerzőként nem éreztem magam olyan fegyelmezetnek, hogy kihagyjak a történetből olyan korszakokat és olyan részleteket, amelyeket én magam nagyon izgalmasnak tartottam. Annak ellenére, hogy Hunyadi János egy ikon a nemzeti históriánkban, elképesztő, hogy mennyire keveset tudunk róla, ahhoz képest, hogy milyen helyet foglal el a történelmi panteonban. Mátyás pedig, Hunyadi Mátyás, róla sok mindent tudunk, de vele pont az az izgalmas kérdés, hogy kialakult a köztudatban egy rendkívül szép kép, a mesék és mondák igazságos Mátyás királya, ami a történelmi valósággal, finoman fogalmazva, nem minden esetben harmonizál, hiszen Mátyás király volt valószínűleg a középkori magyar királyság egyik leggyűlöltebb uralkodója. Az alattvalói, sőt a rokonai, mindenki, aki közel érezte magát hozzá, úgy gyűlölt ezt az embert, mint nagyon kevés figurát a magyar történelemben. Nem véletlenül azok lázadtak föl ellene, akik a legjobban szerették, akik királyt csináltak belőle. Most íróként ez azért izgalmas, mert hogyan lehet ábrázolni Mátyás királyt úgy, hogy a történelmi valóságnak megfelelő legyen azért az ő élettörténete, ugyanakkor, ami tőlem végtelen távol áll, ne legyen mítosz romboló. Mert én végtelen módon ellenszenvesnek tartom azt a folyamatot, amikor a nemzeti történelmünk bizonyos eseményeiről, hőseiről valami elképesztő megszállottsággal próbálják kideríteni, hogy nem úgy volt, nem voltak hősök, nincs mire büszkének lennünk. Korvin János, a 3. nemzedék pedig azért izgalmas az én számomra, mert őt aztán végképp nem ismerjük. Ugye Mátyás őt szánta utódjának, törvénytelen fiát, és ugye föleskedte a magyar urakat, hogy ő követi a trónon. De aztán abban a pillanatban, hogy szegény Mátyás lehúnyta a szemét, vélhetőleg nem önszántából és nem végelgyengülésben, azok fordultak a fia ellen, akik addig abszolút hűséget esküdtek neki. És a magyar királyság története Mátyás halálától Mohácsig egy döbbenetes eseménysor. A történet ugye Hunyadi nem csak fogantatásától, hanem még előtte egy kis idővel kezdődik. Az 1396-os nikápolyi csata voltak éppen, amikor a magyar királyság a 14. század végén gyakorlatilag egy európai nagyhatalom. Egy hihetetlen gazdag, katonailag és politikailag is stabil, és Közép-Európában megkérdőjelezhetetlenül domináns nagyhatalom. A magyar király Zsigmond, luxemburgi Zsigmond fél évszázadig uralkodik ebben az országban, és a fél évszázad alatt jut el oda, hogy lesz ő, aztán cseh király, német király és német-római császár. Tehát a magyar uralkodó gyakorlatilag egy kicsit, mint a mai Európai Unióban, fél Európa politikáját, ha nem is határozza meg minden részletében, de befolyásolja nap, mint nap. És a magyar hadsereg,
hát hogy is mondjam, csak a magyar határokon túl jóval több időt tölt, mint a határokon belül. És a magyar középkori államot olyan védvonal veszi körül, Moldva, Havasalföld, Szerbia, Bosznia, egészen az olasz határig, a Adriai tengerpartig, amelynek egyetlen rendeltetése van, hogy a magyar határokat védjék a török hódítóktól. Tehát egy erős nagyhatalomról beszélünk, és gondoljanak bele, hogy ebbe a közegbe tűnik föl Hunyadi János, egy ifjú lovakként, és a harmadik nemzedék végére pedig eljutunk Mohácshoz, ahol a középkori magyar nagyhatalom megszűnik létezni. És ha nagyon őszinték akarunk lenni, Mohács óta igazából a magyar állam nem tudta visszanyerni soha azt a fényét és azt a politikai szerepét, amit betöltött azelőtt. Tehát egy döbbenetes történelmi parabola ez a három nemzedék. Eljutunk a hatalom csúcspontjától a végromlásig, és úgy, hogy közben ennek a parabolának a tetőfoka a Mátyás király uralkodása, ami pedig megint a reneszánsz állam, ahol a fekete sereg és a elképesztő adópolitika révén fantasztikusan jól szervezett gazdaságilag és katonailag is elképesztően erős állam uralja Kelet-Európa közepét. Én történelem szakot végeztem, és meg kell vallanom őszintén, hogy bármennyit tanultam és készültem, amikor anyagot kezdtem gyűjteni a Hunyadi regényekhez, döbbenten láttam, hogy mi mindenről nem tanultunk. Most kezdve azzal, hogy miközben ugye történelemoktatásban a francia forradalomról mindent meg kell tanulni, de például a szomszéd népek históriáját nem nagyon ismerjük. Fogalmunk sincs, hogy a velünk együtt élő román, szlovák, szerb nép története hogy alakult. Csak akkor találkozunk vele, amikor az a magyar történelemmel kapcsolatban valamilyen módon fontos. De én magam sem tudtam, hogy ez terjedelmében egy ennyire nagy szabású történetté növi ki magát. Nem biztos, ha tudom, akkor elkezdem. Amikor 10 ilyen nagyon vastag kötet egymás egyén hátán tornyosul, az nem csak az olvasók számára rémisztő, de megírni sem egyszerű. De most már mindegy, tehát a hetedik kötet után már túl vagyok legalábbis az a Hunyadi János történetének a nehezén. Annyiból talán még nehezített pár, hogy így aztán még kiszámolni is nehéz, hogy akkor Mátyás királyról hogy már azt kezdtem számolni, hogy hány évig él tulajdonképpen egy ember Magyarországon, belefér a dolog. Robert Merle francia históriák sorozatán kívül nem nagyon ismerek, és a magyar történelmi regényirodalomban pedig én nem tudok olyan nagyszabású sorozatról, ami egységes koncepció alapján egy komoly történelmi korszakot végig tud vinni. Körülbelül neked mennyi kutatási időbe kerül, hány év kutatási anyag, amire neki kezdhettél egyáltalán, hiszen Hunyadi János vitatott származású. Azért is emlegettem így, hogy a fogantatása, hiszen a származását, egyáltalán a biológiai apját sem ismerjük, és nagyon sok környező nép magáénak vallja Hunyadi Jánost, mint törökverő hőst. Miért izgalmas ez a karakter? Magyarország kormányzói rájáról beszélünk, akinek a fia a legnagyobb magyar királyok egyike volt. A származásáról óriási viták vannak. Tankönyvek általában elintézik azzal, hogy román származású. Engem nem zavar különösebben, mert a nagyon nagy magyarokról tudjuk pontosan, hogy nem magyar származásúak, hanem Petőfiről, Zrínyiről. Hát ki merni azt mondani, hogy Petőfi nem magyar, azért, mert a szülei nem voltak magyarok, vagy esetleg magyarul sem jól beszéltek, József Attila, stb. Inkább az az én problémám, a 14. század végén, 15. század elején még a román nemzet még nem volt abban az állapotban, amiben ma használjuk ezt. Havasalföld és Moldva társadalma sokkal érdekesebben és vegyesebben jött létre, mint ahogy azt akár a korábbi román történetírás felfogja. Megjegyzem, rendkívül érdekes látni az elmúlt 10 évben, hogy még a román történetírás is hogyan mozdul el a korábban megmásíthatatlannak vélt toposzoktól. Biztosat nem fogunk tudni, kezdjük azzal szerintem. Tehát a történészek el fognak vitatkozni még ki tudja meddig azon, hogy Hunyadi milyen származású volt. Én 12-13 elméletig jutottam, az egy kötet végén függelékben benne is van, de abban még bele se vettem néhányat. Tehát a hun származással megmondom őszintén nem foglalkoztam elég behatóan, mert nem éreztem elég bizonyosnak, de valóban úgy van, hogy mondod, nincs olyan szomszédos nép, aki ne tartaná a magáénak. Hát a románok nyilván magukénak tartják, hiszen havasalföldi származású, tehát nyilván számukra román, nem is mindenki román, aki ott valaha élt és élni fog. A németek nyilván valamilyen módon, hiszen a Luxemburg Zsigmond törvénytelen gyermekeként, amit a magyar Monda világ is Turócin keresztül megőrzött, akkor német cseh származású. A szerb legendák és mondák szerint Lazarevics despotának a törvénytelen fia, Szibinyaniánk, akinek az édesanyja egy nagyszebeni magyar leány. Ez egyedül a szerbek mond a világában van, hogy Nagyszeben. Tehát erről mi nem tudunk, hogy bárkinek közel lenne Nagyszebenhez a Hunyadi családjából.
egy monda szerint egy lengyel lovag törvénytelen fia, a horvátok meg vannak lógyőzve, hogy természetesen horvát volt. Mi a kérdés? Nyilvánvaló. Ami azért izgalmas szerintem, mert azért nem sok magyar történelmi hőst tudnánk felsorolni szerintem, akit nem gyűlölnek a szomszédos népek. Szlovákokat kihagytak. Lehet, hogy még viszonylag kevés szlovák volt akkoriban, de ők se utálják, mert miért utálnak egyébként. A csehek azért nem szeretik egyedül olyan nagyon Hunyadit, mert a huszitákat végtelen kegyetlenül írtotta. Azon egyszerű oknál fog, hogy a husziták írtották a magyarokat a felvidéken. Hunyadi ennek olyan nagyon nem örült. Ellenben a legjobb katonái husziták voltak, és a huszita a harcmodort elképesztő zseniálisan integrálta az ő katonai szervezetébe, és a huszita harci szekerre képezték a nagy hadjáratok egyik legütőképesek fegyvernemét. Tehát igazából el kellett dönteni, hogy én ezek közül melyik változatot választom. Némi önzéssel én azt a megoldást választottam, hogy Hunyadi egy részben már eloláhosodott Kun-Kenézi család gyermeke. És nagyon érdekes egyébként, hogy a román történeti írás is kezdi errefelé megadni magát. Tehát a korabeli havasalföld és moldvai társadalom uralkodó rétege nem oláhokból állt. Kun, besenyő, tatár, úz. Lovas nomád népeknek a fiai voltak azok, akik állammá szervezték ezt a népet. Ahogy egyébként a történelemben jellemző módon nagyon sok országot, sok népet nem az a nép szervez állammá, amelyik adja a tömeget, hanem egy hódító, egy kívülről jövő nép. Moldva és Havasalföld ugye egy évszázadal korábban még Kumánia néven szerepel a térképeken, mert a tatárjárás után a kun törzsek jelentős része itt telepedett le. A mai román geográfiában, tehát a földrajzi helyek elnevezésében elképesztő mennyiségű kun helyiség nevet találunk, amiről a románok azt gondolják, hogy azok mind románok, és rengeteg tatár is egyéb. És maga a román havasalföldi uralkodó dinasztia, a Basarab dinasztia neve is egy problémás román szempontból, mert ez egy türk név, és valószínűleg ez egy dzsingiszida család volt. De mivel az írásos emlékek 99%-ban elpusztultak, ezért a legendák homályába vesznek ezek a egyébként nem is olyan nagyon régi 7-800 éves történetek. Most éppen egy olvasó keresett meg az interneten, akinek egészen érdekes elmélete van, miszerint az a Bogdán Vajda, aki a havasalföldi alapító, egyik nagyon fontos történelmi karakter, aki szerint egy törvénytelen apátházi fiú. És engem elképesztett, hogy milyen logikusan következik egy csomó történelmi tényből ez az elmélet. De biztosat nem fogunk tudni. És annyit még hagyd mondjak, hogy lehet, hogy ez jó, lehet, hogy nem jó, hogy ez mindig megmarad egy kicsit a mesék és a mondák homályába, mert még esetleg a genetika tudná utólag igazolni azt, hogy Hunyadi János, vagy a Hunyadi család milyen származású volt, de sajnos nincsenek meg a maradványaik. Tehát a gyulafehérvári székesegyházból még a törökök gondoskodtak arról, hogy a Hunyadi csontjait kiszórták. Nem, nincs meg egy hajsz, semmi nincs meg. Mátyás király maradványait német zsoldosok pusztították el Székesfehérváron. Esetleg egyetlen egy Korvin Jánosnak viszont megvannak a csontjai. Mivel ő horvát bánként halt meg, és Lepoglavában az ottani templom, altemplom kriptájában megvan Korvin János csontváza, és az utolsó Hunyadi Kristófé, az utolsó Hunyadié, akiről szerintem nem hallottak még Hunyadi Kristófról. Tehát Korvin János gyermekeit meggyilkolták kiskorukban. Rettegve attól, hogy a Hunyadi család még valamikor a történelem során szerephez jut, és ezért Hunyadi Kristóf nevét soha nem jegyezték fel a magyar történelembe, mert gyermekkorában megmérgezték. De megvannak a maradványaik, és mondjuk egy olyan DNS vizsgálat legalább azt megdönthetetlen tényként nem tudná igazolni, hogy a Luxemburg családhoz van-e köze, ugye Zsigmond királyhoz. Ugye a mondani szokás, ugye csak az anya biztos minden esetben, vagy az sem. Zárójelben nem tudjuk Hunyadi Jánosnak, ki volt az édesanyja. Tehát csak mondom, hogy mi mindent nem tudunk. Mond a világ őrizte meg egyedül a Morzsinai Erzsébet nevet. Se egyetlen oklevél nincsen ez megírva, sehol, nem tudjuk. No, szóval hát ennyi mindent nem tudunk Hunyadi Jánosról, ehhez képest el kell indítani egy ilyen regénysorozatot, és valójában minden morzsát össze kellett szedni. 10 év, amit kérdeztél Attila, 10 éves kutatómunka. Szoktam ezt mondani, és tényleg így van. Én amikor olvastam ilyen regényeket és történelmi munkákat, mindig mosolyogva, fölényesen lapoztam át a bibliográfiát, hogy kamu. Hát ennyit nem szoktak, nem lehet elolvasni egy könyvet, de rájöttem, hogy igen, sőt, el is kell. 10 év munkája, de még mindig gyakorlatilag minden mostanában megjelenő munkát érdemes, mert egyébként meglepő módon szerintem pontosan az internet és a globális világ miatt olyan források
kerülnek a kutatók látóterébe, amelyek megvoltak eddig is, csak nem tudtak vele foglalkozni. Hagy mondjam példának, most a hetedik kötet a Várnai hadjáratról szól. Rengeteg magyar történész foglalkozott vele, de a leghasználhatóbb egy majdnem 400 oldalas mű, egy John Jefferson nevű amerikai történésze, aki a Krakói Egyetemen tanult. Anyanyelvi szinten beszél lengyelül és törökül például. És a lengyel levéltárat is meg tudta nézni, és a török levéltári adatokat, a török krónikások anyagait, amit, hát legyünk őszinték, a magyar történészek nem minden esetben tudtak feltárni érthető okoknál fogva. És olyan részletekkel gazdagította a Várnai hadjárat tudásanyagát, ami engem megdöbbentett. Tehát valamint a 2-3-szor annyi információ állna egyszer csak rendelkezésünkre egy fél ezer évvel ezelőtt megvívott csatáról. Tehát gyakorlatilag percnyi pontossággal rekonstruálta a hadjáratot, a csatának minden pillanatát és minden percét, ki hol volt. És azért regényírónak ez egy hatalmas segítség, és ez a könyv most jelent meg nemrégiben. Az igaz, hogy 50 ezer forintba került, de lehet egy megszállott, akinek ez már mindegy, akkor már az nyilván beszerzi. Akkor most Attilát szólaltatnám meg. Bán Jánossal együtt már sok közös munkátok volt, például az 1956-os témájú Tűzvihar című képregény, amelynek ő írta a forgatókönyvét, illetve sok más sci-fi témájú képregény. Hajnalcsillag fénye képregény változata, ennek az ötlete hogy született meg? Hát az egyik kedvenc történelmi hősöm, és régóta foglalkoztatott az, hogy képregény, körülbelül középiskolás korom óta az egyik célom és tervem volt, hogy az ifjúságom legszebb regényeit és legizgalmasabb regényeit képregénybe feldolgozzam. És egy nemzeti képregényhőst is alkossál. Igazából ezt nem én alkottam, ezt maga a történelem alkotta. Én csak egyszerűen képileg megpróbáltam megformálni és megjeleníteni. Hát igazából a történet ott kezdődött, hogy én a Hunyadi József Hollós vitézére tippeltem először, hogy az is egyik kedvenc regényem volt, hogy na, azt meg fogom rajzolni. Jánost megkerestem, mert már több munkánk volt előtte, és arra kértem, hogy írja meg a Hunyadi József Hollós vitézéből kimaradt Rigómezei részt. És akkor így egybe lenne az egész történet. Erre ő fölvetette, hogy hát akkor miért a Hunyadi Józsefet, hát itt van az ő könyve, kész, elindult Hunyadi ifjúságától kezdve, és hát ez egy komoly sorozat lehet, nem érne, csináljuk meg ezt. Semmi akadálya, mondtam. Egyből rábólintottam, az ötlet jó volt, és így elkezdtük a közös munkát Hunyadival, és hát remélem, hogy azért folytatása is lesz. Nagyon könnyű helyzetben vagyok, mert rengeteg mindent a János elmondott, amit én is ugyanezt szinte elmondtam volna, és nem véletlen, hogy ilyen közös hangon tudunk beszélni egymással, és így találtunk szerencsésen egymásra, hogy mint forgatókönyvíró és rajzoló. Nagyon harmonikus az együttműködésünk. Egy apróságban azért nem vitatkoznék, csupán felhívnám arra a figyelmet, amire ő is fölhívta, csak kevésbé hangsúlyosan. Ugye Mátyás valóban a legnagyobb nemzeti királyunk, de érdekes módon, ugye, hogy Mátyásról micsoda legendák és mesék maradtak meg, míg Zsigmondról a magyar történelemben csak szinte negatív jelzőkkel illették ezt a királyt, aki pedig tulajdonképpen, ahogy a János is mondta, egy Európai Uniót teremtett, és zseniális politikus volt. Tehát ha politikáról volt szó, egyszerűen utánozhatatlan mestere volt a szónak, a tárgyalásnak és az egész történelemformálásnak. Az, hogy nem volt jó hadvezér, és kicsit inába szállt a bátorsága néha, ezt nem bocsátották meg neki soha, és ezért is volt ilyen negatív a megítélése a történelmünkbe. De azt kell, hogy mondjam, hogy Hunyadi János az akkori középkor szerintem legkiválóbb hadvezére volt nemzetközi szinten. Tehát ahogy ő a seregét megfegyelmezte, ahogy vezette, ahogy szokták mondani, foci hasonlattal nézve, akkor nyúlt bele a játékba, amikor kellett, időben, és mindig kizárólag a legjobb intézkedéseket hozta, egy született zseni volt. Magyar történelemben
nem is találunk ki hozzáfogható hadvezért. Annak ellenére, hogy például vereséget is szenvedett, mert ahogy a török birodalom főseregével három ízben megütközött, kétszer vereséget szenvedett, egyszer hajszálhíján, egyszer mondjuk úgy törbecsalták, de Nándorfehérvárnál aztán kivégezte a török hadat, úgyhogy jó ideig elment a kedvük Magyarország megtámadásától. Ilyen hadvezért, aki élete folyamán mindig túlerővel hadakozott, és állandó áskálódások, és állandó gyűlölködések, és mindenféle belső harc mellett tudta mozgósítani a családja, a saját és az ország uralma alatt levő erejét a török ellen. Ilyen nem volt. Mondjuk, ha azt veszük, akkor egy Kinizsi Pál, aki életében soha nem szenvedett vereséget, mert ő viszont egyszer sem, azt már lehetne, de ő sem volt. Tehát ő hadvezérként nem volt olyan nagyszerű kvalitású. Bocsát, hagyd mondjak két példát, mert maximálisan egyetértek. Egy emberből hogy lesz született katonai zseni? Tehát Hunyadiról azt tudjuk azért biztosan, hogy írni, olvasni nem tudott. Ami mondjuk a középkor alkonyán már annyira nem volt természetes, tehát már illett egy valamire való művelt, középrétegű, előkelő nemesnek is írni, olvasni. Most az más kérdés, hogy nem volt előkelő, elég alacsony sorból származott, külföldi volt. Tehát őt egyébként nem Hunyadinak hívták a kortársai, ezt nem tudom, tudják-e, Olá Jankónak hívták. Egészen azért, mert Havasalföldről származott, és nagyjából ugyanúgy működött sajnos az ország, hogy mint ma, amikor lerománoznak egy erdélyi magyart. Tehát aki a határon túlról jön, akkor az Olá. Mindegy egyébként, hogy kun, magyar, vagy akármi. Tehát nem tudott írni, olvasni, ellenben minden katonájával a saját nyelvén tudott beszélni. Tehát minimum 6 nyelven beszélt, németül, szerbül, románul, cseh nyelven, lengyelül, egészen biztosan, és törökül, nem mellesleg. Na most a hosszú hadjáratból hagyj idézek egy momentumot, ami szerintem ami nem megtanulható. A hosszú hadjáratban valószínűleg Klusevác környékén volt egy elég szorongatott helyzete a magyar seregnek. Tudni kell, hogy azért indult a hadjárat, hogy a török fővárost elfoglalja a akkori magyar-lengyel király Ulászló seregével, amelynek Hunyadi János volt a parancsnoka. De az ellene küldött ruméliai seregtestek gyakorlatilag számbeli fölénybe voltak. Megjegyzem, én nem is tudom, volt-e olyan csatája Hunyadinak, ahol minimum 2-3-szoros török túlerő ne lett volna. Szerintem marhára zavarta volna Hunyadit, hogy több magyar van a csatatéren, mint török. Nem tudom, ez valószínűleg végzetesen... Akkor már cserre gyanakodott volna. Az valami egészen szokatlan lett volna. És hihetetlen dolog történt. Tehát egy adott időpontban a török összeszedte minden létező erejét, és három viszonylag erős sereget indított a dél felé, a szerb-bolgár határvidék felé ereszkedő, a Timok völgye felé ereszkedő magyar-lengyel seregre. És ugyanak volt egy viszonylag nehéz napja, amikor elkezdte reggel a munkát, és egymás után három csatában a egyesülésre érkező török seregtesteket szétverte, mielőtt azok egyesülhettek volna. Ugyanis ha ez a három önmagában is erős hadsereg rész egyesül, akkor gyakorlatilag ott vége a hadjáratnak, és a kérdés az, hogy hányan érik el élve a magyarok közül a határt vissza Nándorfehérvárnál. Hunyadi megcsinálta azt, szerintem tudtán kívül, amit például Árpád vezér a pozsonyi csatában megcsinált, amikor a egyesült frank-német-bajor sereg vendéglátásunk ide érkezett egy kicsit vendégeskedni, hogy megsemmisítse a honforraló magyar törzsszövetséget. Nyilvánvaló, Hunyadi nem tudta, hogy előtte néhány száz évvel ezelőtt Árpád vezér ezt megcsinálta, ugyanis nem tanult stratégiát. Vitéz János valószínűleg olvasgatott neki Julius Cézár műveiből. Én azt gondolom, hogy ezt nem lehet tanulni. Az a fajta katonai zsenialitás, amikor mindenféle görcsölés nélkül elindul reggel 7-kor, megveri az egyik török sereget, délben megveri a másikat, és nem sokkal napkelt előtt szétveri a harmadiket, és viszonylag megéhezve és némileg fáradtan tábortüzet ülnek és mulatnak a legények. Tehát ezt ki tudta megcsinálni? És Árpád vezéren kívül nincs ilyen a magyar történelemben. Vagy hagyd mondjam a Várnai csatát, amely egy vesztes csatánk. Szerintem a magyar história egyik legdrámaibb jelenete. Ugye ez volt az, ha emlékeznek rá, az a hadjárat, amikor Európa segített nekünk, majdnem. Tehát megígérték nyilván a pápa szervezésével, hogy az egyesített európai sereg majd velünk együtt, és majd csak menjünk, az a lényeg, csak induljunk el.
És ugye az volt a haditerv, hogy a pápai velencei és a burgundiai hajóhad elzárja a Boszporuszt. És a szultán a sereg nagy részével Ázsiában volt, hogy leverjen egy lázadást. És a sereg nagy része ott volt, ezért reális lehetőség lett volna arra, hogy Hunyadi az Duna mellett leereszkedve elfoglalja a Drinápolyt, és ezzel gyakorlatilag megszűnik a törökök európai jelenléte. Annyi kellett volna csak, hogy betartsa mindenki az ígéretét, és ez az egyesített flotta ez elzárja a Boszporuszt. Igen, ám csak ehhez az egy apróság kellett volna, hogy európai barátaink pénzt is áldozzanak erre a nagyszerű. Egyébként zseniális volt a haditerv. Nem Hunyadi terve volt, ez zseniális volt. Csak mindenki elfelejtett fizetni, amikor kellett volna, ezért 50 hajó helyett 11 néhány hajó készült el. És 11 néhány hajó nem tudja elzárni a Boszporuszt, mert ahhoz széles, meg hát a törököknek volt ágyúja. Ekkor történt meg az, amikor a genovai barátaink a keresztény eszme jegyében, akkor úgy voltak fel, ha már megakadályozni nem tudják, akkor majd ők átszállítják a törököket Európába, és át is szállították fejenként egy aranyért. És amikor Hunyadék ezt megtudták közeledve a Fekete-tengerhez, és rá kiderült, hogy szó nincs arról, hogy el fogják érni Drinápolyt, ellenben egy sokszoros túlerőben lévő török had néz velük szemben, hát képzeljék el ezt a lelki pillanatot, amikor kiderül, hogy hát ez valószínűleg nem érik túl. És ez volt a Várnai csata. És a Várnai csata gyakorlatilag úgy kezdődött, mint amikor egy foci meccsen az első percben kapunk egy gólt, a másodikban meg még egyet. És a második percben 2-0 áll az ellenség. Hát a török szétverte a magyar jobbszárnyat, amit ugye a különböző püspöki bandériumok alkottak. De úgy verte szét, ami nagyon ritkán volt. Teljesen, eltűntek onnan a magyarok. Hát meg semmisül a seregnek a jobbszárnya. Hunyadi odavágtat azzal a néhány ezer páncélossal, aki őt mindig kíséri. Ez egy elég kemény csapat, azt kell mondanom. És visszaállítja a jobbszárnyat. Elkergeti onnan a török lovasságot. Nehéz páncélos roham, azért az megint egy olyan lendülettel tud mozogni, amit ugye a törököknek nincs nehéz páncélos lovassága. Visszaállítja a jobb szárnyat, megszilárdítja a hadrendet. De mire ez megtörténik, a bal szárnyon megsemmisül a magyar baloldal, és gyakorlatilag nem az a magyar baloldal, néha az is megsemmisül, hanem a törökök ott is gyakorlatilag a magyar táborig jutnak el. Hunyadi a túloldalról ide vágtat, megjegyzem, ez a túloldal ez 10 kilométert jelent. Odavágtat, és visszaállítja azt a szárnyat is. És elkergeti úgy mind a két szárnyon a török lovasságot, hogy 3-4 nap múlva fordulnak vissza, amikor hallják, hogy győztek egyébként. Most melyik hadvezér tudja ezt megcsinálni? Én ismerem azért elég jól az angol, a francia hadtörténelmet. Ilyet én nem ismerem. A 100 éves háborúban sincsenek ilyen jelenetek. És mi történik? Gyakorlatilag a sokszoros túlerőben lévő török sereg szultánja ott áll egy dombon, halál sápadtan, és közli, hogy kész. Allah így akart. Nem. Tehát Hunyadi ellen nem lehet mit csinálni. Hunyadit akkor még nem verték meg soha. Tehát egyetlen, ugye Maros Szentirénél egy kis múló kis rossz napot fogott ki. Gyakorlatilag a szultán a lovát kéreti, hogy elmeneküljön a Murád szultán elmeneküljön a hadszintérről. Nem engedik neki, és azt mondják, hogy ha most elmenekülsz, akkor a magyarok 2 nap múlva Drinápolyban vannak, és akkor vége. Török uralom nincs. És nem engedik elmenekülni. De gyakorlatilag úgy néz ki a hadszintér, hogy áll a szultán egy dombon, és előtte már csak néhány ezer janicsár van. Lovasság gyakorlatilag nincsen a harcmezőn. És ekkor történik az a feljegyzések szerint, hogy a fiatal király, Ulászló, aki 20 éves ekkor, addig duruzsolnak a fülébe a kedves urak, magyar és lengyel urak, hogy hát már megint Hunyadi aratja le a babérokat. Látod? Már megint ő a sztár. Mert Hunyadi megmondta neki, hogy felség, itt maradj, amíg én meg nem nyerem a csatát, aztán majd kaszabolunk együtt. De addig maradj, légy szíves itt, mert rábeszélik a királyt, hogy Hunyadi parancs ellenére indítson támadás középen a janicsárok ellen. És a fiatal 20 éves fiú úgy érzi, hogy neki is ki kell venni a győzelemből a részét, hiszen már megnyertük a csatát, neki rontanak a nehéz páncélosok a janicsároknak, és 5 perc múlva Ulászló feje egy török lándzsán táncol. És megint csak a lélektan, hogy egy ilyen pillanat, amikor a megnyert csatában a már győzedelmitas magyarok meglátják a királyuk fejét egy török lándzsán, nem tesz jót olyan nagyon a harci morálnak. És egy megnyert csatát veszít el a magyar sereg, úgyhogy Hunyadi alig tud hazamenekülni Magyarországra. Dracula elfogja még egy, aki a szövetségesünk volt. Román szövetségesség nem mindig... Olá. Nem véletlen mondtam román szövetséges. Tehát Dracula Vajda úgy gondolja, hogy itt az idő, hogy leszámoljon a magyar
még nem kormányzó, Erdélyi Vajdával, és ott majdnem a véletlenen múlik, hogy Hunyadi egyáltalán életben marad. De amit mondani szeretnék, hogy egy olyan csatáról beszélünk, tehát ha ezt a nyugati hadtörténészek, és ez a John Jefferson dermedt bámulattal ír Hunyadinak erről a tettéről. És döbbenten, ő maga sem érti, hogy hát ez, hogy ezt nem ismerik, ezt a történetet. Tehát ilyen hadvezéri erények szerintem a magyar történelemben nem nagyon jellemzők. Ráadásul itt nem csak csatákról van szó, hanem olyan hadjáratokról, ami elképesztő stratégiai gondolkodás. Tehát nem arról van szó, hogy most hogy nyerünk meg egy ütközetet, hanem arról, Hunyadinak nem ebben rejlik a nagysága, hanem abban a nagyon egyszerű gondolkodásban, hogy egészen addig Zsigmond 50 éves uralkodása alatt egyetlen cél vezérli a magyar uralkodó elitet, védekezni. Védelmi vonalat építünk. Ugye a Duna-Száva vonala, a végvárak első védelmi vonala akkor épül ki. A török mindig keresztül jön, mert betörnek valahol, végigpusztítanak egy egész országrészt, és több tízzer rabszolgával távoznak. És nem értik meg a magyar uralkodó elit tagjai, hogy ez így lesz ezen túl mindig. És Hunyadi az első, aki azt mondja, hogy ez ellen nem lehet a török ellen védekezni. Egy, mindig többen vannak, mint mi. Mindig. Kettő, hatalmas emberi és gazdasági erőforrásaik vannak. Nekünk azért már nincsenek ilyen erőforrásaink. Három, támadni mindig jobb, mint védekezni. És amikor először azt mondja, hogy támadjunk mi, akkor mindenki hülyének nézi a szószoros értelmű, hogy támadni. Tehát a törökök ellen. Igen, az, ők is tudnak félni, csak meg kell őket tanítani félni. És ezt csinálta. És gyakorlatilag gondoljanak bele, hogy Gárdonyi, amikor az egri csillagokhoz gyűjtött forrásanyagokat, és eljutott Isztambulba, tehát ő följegyezte ezt a mondást, ez nem mese, amikor a török anyák azzal ijeszgetik a gyerekeiket, hogy ha nem alszol el, akkor jön Hunyadi. Tehát a török történelemben, a török nemzeti tudatban azért ez beleégett, az a név. Most már azért nincs jelen, mert honnan tudnák a törökök? Hát mi magunk sem beszélünk sokat erről. És akkor itt még egy mondatban hagyj említsem, esetleg kettőbe, hogy a törökök nem csak a Szulejmán sorozatot készítik, hanem pár évek csináltak egy nagyon látványos történelmi mozifilmet Mohamed Szultánról. Arról a Mohamed Szultánról, akit Hunyadi tönkrevert Nándorfehérvárnál. Sajnos nem erről csináltak a törökök filmet, mondjuk én ezt megértem, hanem a három évvel korábbi Konstantinápoly ostromáról, amikor a törökök kezébe jutott Konstantinápoly. Ebben a filmben is nagyon érdekes, a szultán elmondja, hogy mielőtt indul az ostrom, és mi van Hunyadival? Jön, nem, most nem tud jönni. Jó. Akkor támadunk Konstantinápolyra. Akkor itt jön az, hogy nekünk nincs filmünk, nekünk nincs Szulejmánhoz hasonló történelmi sorozatunk, és ez azért döbbenetes, mert ezek a történetek nem csak számunkra érnék meg, hogy elmeséljük őket, mert ezek a történetek szerintem világ minden részén ugyanazt a élményt adják. Hát annak idején, amikor a tenkes kapitányát Kínába vetítették, a kínaiak imádták, fogalmuk se volt, hogy kik a labancok meg, a kurucok meg, hogy van, de nyilvánvaló volt, hogy kikével van egy ilyen történetben, hogy a szabadságukért harcolnak az elnyomók ellen. Ilyen egyszerű a történet. Ezt a világ minden részén megértik. Ezért sajnálatos, hogy nem nagyon meséljük el ezeket a történeteinket. Hallani híreket az internetről, hogy a Hunyadi sorozatból egész estés mozifilm készül, bár magad is említetted egy interjúban, hogy egy tévésorozat az sokkal szerencsésebb lenne, hát nyilván a karakterek meg az események kibontásához, de jelenleg hogy haladnak a tárgyalások, vagy haladnak-e? Hát szerintem hamarabb fejezem én be a Korvin János történetét is, mire odajutunk. Most igen, tehát valóban megvették a filmjogokat, kanadai és magyar producerek nagyon szeretnének ebből a filmet készíteni. Az én problémám az, hogy egy mozifilmben, és én magam is próbáltam ebből a forgatókönyvet írni, egy mozifilmben én nem tudom elmondani ezt a történetet. Azon egyszerű oknál fogva, mert mi az, ami nem maradhat ki egy Hunyadi Jánosról szóló filmből? A Nándorfehérvári ostrom. Na most, ha az benne van egy mozifilmben, akkor mennyi idő marad még előtte az egész életutat elmesélni? És itt hát azért sok ezer oldalra rúg majd maga a regénysorozat, és abból kihagyni sok mindent lehet, ezt én is tudom, de mit? És számomra azért vannak fontos dolgok. Én ezért gondolom azt, hogy egy olyan tévésorozatot tudnék elképzelni, mint a Tudorok, a Borzsák, vagy a Szulejmán, tehát ami akár több évadon keresztül leköti a nézőt, ami gyakorlatilag megismerteti a korszakot, a korabeli gondolkodást, azokat a karaktereket. Hát minimum olyan izgalmas, mint a Tudorok, hanem nem izgalmasabb szerintem. Nekünk legalábbis egészen biztosan.
Most egy kicsit a képregények világába utazzunk vissza. János említette, hogy ő mennyi évet kutatott és milyen forrásokat használt. Te egy történelmi témánál milyen segédleteket tudsz felhasználni? Hiszen Hunyadi Jánosról nem maradt fent hiteles ábrázolás. Igen, hát ahogy szokták mondani a regényírónál is, hogy először is elolvas 10 könyvet, és abból ír egy új 11-et. Hát ugyanez van a segédanyagok összegyűjtésén is. Az ember 10-12 könyvet átolvas, megnéz képeket korról, adott szituációkról, csatákról. Tehát mindenek alaposan utána járok én. Megpróbálom legalábbis valamiképpen a adott kornak a hangulatát, viselettörténetét, és kicsit már a mai korhoz igazítva visszaadni azt a történést, ami akkoriban megtörtént, bár természetesen ez teljesen reménytelen dolog. A munkáid, képregényeid erőteljesen filmszerűek, tehát ahogy korábban mondtad is nekem, te a képregényt hibrid műfajnak tartottál, tehát egyfajta átmenet az irodalom és a film között, és nagyon nagy hangsúlyt fektetsz arra, hogy még a mellékszereplőknek is egyedi arca legyen. És hát gyakran vannak visszaköszönő arcok, így főleg, hát én azóta vagyok a rajongód, amióta megtanultam olvasni, és kisiskolás koromban is az összes fülest begyűjtöttem, amiben a te munkáid szerepeltek, de azért észrevettem, hogy visszatérő szereplők azért felbukkannak különböző korokban. Néhány arc nagyon-nagyon ismerős. Ez azért van így, mert hát meg kb. 300 képregényt alkottam, és az az igazság, hogy a 300 képregényben csak a 300 főszereplő is külön karakternek kéne lenni, az a mellékszereplőknek sokszorosának, tehát ez hatványozottan működne, de azért egy nagyon fontos dologra rájöttem még a kezdetén, amikor néztem a ismert és híres képregény rajzolók munkáit, hogy általában minden rajzoló beleesik abba a hibába, hogy rutinból ugyanazt az arcot csinálja az összes képregényében. Tehát lehet az modern, lehet az történelmi, a főfigura, a mellékfigurák szinte mind egyformák, mint ikertestvérek, vagy legalábbis rokonok lennének. És ezért is csináltam azt, és ez lett a munkamódszerem is, hogy először filmszínészek portréit, utána az ismerőseim, rokonaim portréit, és a környezetembe levő emberek portréit próbáltam képregényekbe megjeleníteni és szerepeltetni. És remélem, ezzel sokkal változatosabbá lettek. A kép és a szöveg arányban volt-e köztetek valamiféle vita? És egyáltalán egy képregény forgatókönyve az mennyiben hasonlít egy film forgatókönyvhöz? Milyen mértékig kell a rendezői utasításokat beleszőni? Milyen aprólékossággal? Bár ti már ugye régóta ismeritek egymást, tehát nyilván félmondatokból értitek, de hogy volt-e e közben valami vita? Hát vitára nem emlékszem. És ennek az egyik oka az, hogy én is a füles képregény nőttem föl. Tehát Attila képregényei voltak ezek közül, amely legfilmszerűbbek voltak számomra mindig. Kitépkedtük és ilyen füzetekbe ragaszgattuk, ezek egy része meg is van. Ezért én a Attilának a vizuális látásmódját nagyon jól ismertem, tehát hiszen ezen nőttem föl. Másrészt teljesen egyetértek azzal, hogy átmenet a irodalom és a film között, hiszen a igazi, látványos, nagy költségvetésű hollywoodi filmek storyboardjai elég erősen emlékeztetnek a képregényre, csak nem írják bele a buborékokba a szöveget, mert az egy külön felületen van. Ezért van az, hogy amikor egy bármilyen amerikai filmes, bármilyen apropóból találkozik Attila képregényével, lásd a Star Wars, vagy egyébként a Hajnal csillag fényét, ez a kanadai producer, akkor leesett az álla, hogy Úristen, ez az ember, ez itt van Budapesten. Tehát hihetetlen. A Star Wars, én nagy Star Wars képregénygyűjtő vagyok, megmondom őszintén. És vannak nagyon jó Star Wars képregény rajzolók, de nem csak az elfogultság, meg az ismerettség mondatja vele, amit szerintem Attila feldolgozása az egyik legfilmszerűbb, és legjobban adja vissza a film hangulatát. Pont azért, mert én azt gondolom, ismerjük egymás gondolkodását, nem, tehát a úgynevezett rendezői utasításokban a legszűkszavúbban kell, mert Attila úgyis pontosan abban a látószögben fogja ábrázolni, hogy a legjobb.
Nagyon ritka az, amikor én javaslok olyat, hogy most esetleg így vagy úgy. De a végeredmény mindig lenyűgöz, mert sokkal jobb, mint amit én a saját belső képzeletemben megpróbálok magam elé vizionálni. És az egy fantasztikus élmény, egy írónak a nagyon nagy élmény, tehát kevés, ha ehhez hasonló van, amikor látod megelevenedni ezeket a karaktereket, a helyszíneket. Én szerintem, ha egyszer, ne agyisten, film készül, vagy tévésorozat készül, én szerintem ez az élmény már valahol megvolt, és ezért szeretném nagyon, hogy a képregénysorozat folytatódjon. Arról nem beszélve, hogy én nagyon mélyen hiszek abban, hogy nagyon sok fiatal számára érthető oknál fogva, vagy sok száz, sok ezer oldalas regénysorozat, finoman szóval is riasztó látvány. És bízom benne, hogy egy képregény album sokkal fogyaszthatóbb. Ezt mindenképpen jó dolognak tartom, és erről mindig szívesen beszélek, hogy minden eszközt meg kell ragadni ahhoz, hogy a múltat megismerjék a gyerekek. És egyébként van olyan olvasója a Hunyadi sorozatnak, aki a képregényen keresztül, a képregény révén lett a könyvnek olvasója, és elmondta nagyon őszintén, hogy az életben nem vette volna a kezébe a könyvet, mert marha vastag, hosszú, meg egyébként sem szokott nagyon olvasni. Pont ellene szól azoknak a vádaknak, amit általában a képregényen szemben föl szoktak hozni. Gyakorta hangzik ez a vád, hogy leszoktat az olvasásról a képregény, de hát ez egy teljesen téves dolog. Ahhoz képest Nyugat-Európában már hosszú évtizedek óta a történelmi képregény, illetve az ismeretterjesztő képregény az oktatási anyag része. Olyannyira, hogy a francia kultuszminisztérium évtizedekkel ezelőtt elképesztő összegeket költött arra, hogy a francia történelmet úgy, ahogy van, képregényes albumokba dolgozzák fel. Ugyanis azt mondták, hogy nézzünk szembe a tényekkel, a gyerekek nem fognak, mai gyerekek nem olvasnak annyit, mint esetleg mi olvastunk, vagy még a szüleink olvastak. Részben, mert reggeltől estig tévécsatornák százai közül válogatnak, számítógép van, minden van. Tehát egészen más a közeg, egészen más a vizuális környezet. Most a kérdés csak annyi, hogy semmit nem fognak megtudni a történelmünkről, vagy legalább a képregényt elolvassák. És azt mondta a francia kultuszminiszter, hogy nem tudom, melyik volt az, mikor döntött. Ő azt mondta, hogy semmi baj, ismerjék meg, ez a lényeg. És ha megismeri, akkor lesz 1000 gyerekből, lehet, hogy csak 10, lehet, hogy 100, nem tudjuk. Aki azt mondja, hogy oké, elolvastam a Gall történelemről a képregény, és most nem az Asterix-re gondolok, ezek nagyon komoly, elképesztő igényességgel elkészült sorozatok, és akkor tovább lép, és azt mondja, hogy akkor olvasni fog regényeket. Ha így végigveszed, hogy milyen regénysorozatok készültek, majdnem az egész francia történelmet végigkíséri. És van benne kalandosabb, van benne tulipános fanfar révén egy kicsit erotikusabb vonulat is beköszönt, van nagyon kemény militarista sorozat. Mindenféle szemszögből a franciák a történelmükre, amire hihetetlen büszkék és kényesek, azt feldolgozzák. Ha már a franciáknál tartunk, nem fordulhat elő olyasmi, hogy például Napóleonról nem csinálnak a franciák filmet. Mert kb. 20 évente csinálnak vagy tévésorozatot, vagy mozifilmet, mert az az ő legnagyobb történelmi hősük, meg a többi. Mindegyikről. Tehát azért, ha valaki analfabéta Franciaországban, és csak filmekből, képregényekből tudták, akkor is ismeri a francia történelmet, mert oda tolják a szeme elé, tessék, nézd meg, ez a mi büszke múltunk, legyél büszke rá, hogy francia vagy. Megjegyzem, ez így van általában mindenütt. A furcsaság nálunk van. Tehát a deformitás az Magyarországon van, ahol ez egy, még mai napig is egyfajta megütközést kelt, hogy minek ez a magyarkodás. Hogy történhet az meg, hogy a magyar filmgyártás például az elmúlt 100 év alatt, amióta mozgóképet csinálnak a világon, nem készített nagyon szép történelmi játékfilmet Hunyadi Jánosról, és nem készített Mátyás királyról, és nem készített Szent István királyról. És most nem rockoperára gondolunk, meg nem mesefilmre, meg rajzfilmre. Gondoljanak bele, ebben az országban nem készültek ezekről a mellékes kis karakterekről, történelmi játékfilm. Nem készültek. Még a szegény Makárolynak a Mit csinált felséged 2-től, ami egy áttörténelmi végjáték. De nem. Olyat, mint a Ben Hur, a Braveheart, tehát ami nagyon látványos, ami igazán ad valami pluszt a nézőnek. Nem készültek. Mi azt hisszük, hogy ez nekünk, hogy ez a természetes dolog, hogy van történelme mindenkinek. Nem csinálunk belőle filmet, nagy dolog. Nem minden népnek van történelme, azt kell mondanom. És most nem az amerikaiakra gondolok, akinek 300 év a történelme, hanem például a velünk, ki tudja mióta együtt élő szlovákokra. Szlovák állam 1000 éven keresztül nem létezett. Ugye szokták ilyen kicsit ilyen nacionalista gúnnyal mondani, hogy mutassatok már szlovák királyt.
Nincsen, mert a mai szlovák állam területének minden négyzetcentije, kivéve egy kis lengyel területet, az a magyar állam része volt. Nincsenek szlovák királyok, nincsenek szlovák történelmi hősök. Amikor a szlovákok próbálnak történelmi filmet csinálni, akkor miből csinálnak történelmi filmet? Hát vagy fölkérnek egy sci-fi írót, hogy találjon ki valamit, megtörténik, vagy olyan történelmi filmet csinálnak, ami a magyar történelem része. Hát a Báthori Erzsébetet tudják megcsinálni. Vagy Benyovszky Móricz. Vagy Benyovszky Móriczról csinálunk velük együtt filmet. Nagyon nehéz, azért gondoljanak bele, hogy a szegények megpróbálták a nemzeti hős, és megtalálták a Janosikot, a hegyi rablót. Csak aztán meg kiderült, hogy az meg lengyel volt. Ekkora pehjet, hogy legalább lett volna nekik egy Rózsa Sándoruk, aki legalább szlovák rabló volt, de még az is lengyel. Szörnyű lehet. Tehát én ezt mélységesen átérzem, és gondoljanak bele, hát nekünk meg... Ez az, mintha olajselyekek lennénk, ha olajról beszélnénk. Csak mi a múltról, meg a hősi múltról beszélünk. Iszonyatosan, legalább ebbe gazdagok vagyunk. És élünk vele? Hát úgy nem is, hogy herdáljuk el, nem veszünk róla tudomást. A szlovákok szerintem évente csinálnak 5 mozifilmet, ha lenne történelmük. A románok is csinálnak, csak nekik is az a probléma, hogy ki kell picit találni. Kicsit ki kell pótolni a hiányosságokat, ami a hősi múltról szól, mert hát nem annyira hősi. De nem baj, tehát ki lehet. Az is egy műfaj, csak azt inkább a fantasynek hívják. De amikor, a szocialista időszakokban, amikor nálunk egyedül a szegény Várkonyi Zoltánnak engedték meg, hogy Jókai meg Gárdonyi adaptációkat csináljanak, zárójelben mai napig ezt nézzük. Minden nemzeti ünnepen az Egri csillagok, a Kőszívű ember fiai, mert nincs más. Csak az Egri csillagokat akkor forgatták, amikor én születtem, és az én gyerekeimnek az a film már nem olyan eleven döbbenetes élmény, mint nekünk volt sajnos. Na most azért a Ceausescu időben elképesztő pénzeket költöttek arra, hogy román történelmi filmek szülessenek. Vitéz Mihály, a Dákok, meg a Vlad Cepesről is csináltak, ugye Hunyadi kortársáról, csak hát, és akkor itt jön az, hogy ők propagálják, ők mondják, és lassan nyugaton is kezdik azt gondolni, hogy a kereszténység védőparzsa az a románság volt. És nem vicc, ez tényleg így van. Mert románok, jó, mondjuk Drakulával máziuk van, mert utólag Bram Stoker egy kicsit fölemelte a karaktert, az másképp is semmi köze a történelmi Drakulához, de ebből lehet profitálni. Mi meg nem profitálunk még abból se, amink van. Tehát én újságíróként azért eljutottam Afganisztánba, Irakba, katonákkal, amerikai katonákkal beszélgetve. Ilyen történelmetek van. Hát néznek nagyokat, hogy és ezt hol, milyen filmben lehet megnézni, tehát nem, milyen könyvet lehet olvasni róla. Nekem ez a kedvencem, ez az amerikai ezredes, akivel én Afganisztánban készítettem egyszer interjút, és ő történész, civilben egyébként. És ő volt az, aki magyarázta hosszan, hogy hát, tulajdonképpen az amerikai hősiességnél nincs a világon hősiesebb hősiesség. Tehát az a csúcs, meg az amerikai történelemnél nincsen fantasztikusabb. És próbáltam eleinte még úgy finoman megígézni, hogy talán esetleg a görög lehet még ilyen mély gyökerű, vagy itáliai, civil, vagy Egyiptom, de nem. És amikor már nagyon sok sör elfogyott, és látta rajtam egy kicsit a cinikus kétkedést, hogy nem éreztem át az amerikai történelem csodálatos nagyszerűségét, akkor mondta, hogy na jó, János, akkor elmondom neked, hogy miért csodálatos a hősies az amerikai történelem, és akkor elmondta nekem, hát Alamo, például itt van Alamo. És Alamo az egy texasi kis missziós templomocska volt, amit erődjék képeztek ki. Texas ebben az időben még nem képezte az Egyesült Államok részét, ezt az Egyesült Államok demokratikus módon később keverezte be a hadserege révén, ekkor még Mexikó részét képezte, és egy mexikói polgárháborús helyzetben Santana tábornok megostromolta ezt a kis missziós erődöt. 5000 katonával. És 200-valahány mexikói, meg pár amerikai kalandor védte ezt az erődöt. 13 napig. Nagyon hősies. 13 napig védték, aztán a Santana tábornok katonai mindenkit kinyírtak a fenébe, és véget ért a hősies ostrom. Ez a sztori. Ez az amerikai katonai erények, ne továbbja. És ez a Remember the Alamo, emlékezetek Alamóra, ez az amerikai katonák szíve így dobog ilyenkor, így fölbuzdul a vérük, hogy az tényleg, hogy majdnem megvédtük. 13. Vagyis a szandékét apró, ugye amerikai változata az Alamo. Igen, csak ilyenkor én még némileg még nem megadva magam, tehát még megjegyeztem, hogy ez tényleg, én nem, ilyet még nem is hallottam, ilyen hősies dolgot az életemben soha. Ehhez
egy picit talán nem ér föl ezzel, de hasonlítható, mondjuk Nándorfehérvárnak, nem a Hunyadi ostrom, az nem olyan hősies, hanem a 16 évvel korábbi 1440-es ostrom, amikor Tallóczi Jován védte a várat. És mondom ennek a deréki amerikai ezredesnek, hogy igaz, hogy nem 13 napig bírták ki, csak 6 hónapig. Azt is el kell fogadnom tényként, hogy nem 5000-en ostromolták, hanem 120 ezeren. És hát történelmi tény, hogy nem öltek meg mindenkit a törökök, mert elkergettük őket a francba szokás szerint, és a szultán fejveszve, Murád szultán fejveszve menekült, és gyakorlatilag a ostromsereg nagy része megsemmisült. Mellesleg 17 ezeren maradtak holtan azokban az aknákban, amit a magyarok rájuk robbantottak. Ez a török krónikások szerint 17 ezer. És egyébként megtalálták a szerbek ezt az aknát tele csontvázzal, tehát nem kitaláció. És akkor ezt így elmondtam, ezt a nagyon tömör összefoglalását. Mondom, annak az ostromnak, amiről Magyarországon senki nem tud. Mert szerintem az 1440-es Nándorfehérvári ostrom azért nem emlék, semmi nem érdekes. Tehát még egyszer mondom, 120 ezer török ostromolta 6 hónapon keresztül, aztán elmenekültek a francba, mert győztünk. Ahogy egyébként, nem tudom, 120 éven keresztül Nándorfehérvártól mindig elmenekültek. És mondom, egyébként azért nem emlékszünk erre, mert ennél nekünk csak hősiebbes ostromaink vannak. És hallgatta ez a derék jó ember, hogy mennyien? 120. Jó, mondom, jó, lehet, hogy nem voltak 120 ezeren. Tehát el tudom képzelni, 80 ezernél egy darabbal se voltak többen, mert ezek nem exakt dolgok. De akkor se 5 ezeren ostromolták, nem 13 napig. Most nekünk, ez, még egyszer mondom, önök hallottak erről az ostromról? 1440, Tallóczi Jovánról hallottak? Hát ha ez Amerikában lett volna, Tallóczi Jován John Wayne-től kezdve George Clooney-ig mindenki eljátszotta volna, majd 15-ször. De még szerintem Largable is, nem tudom. Nálunk meg a nevét sem ismerjük. Megjegyzem, ezen kívül azért tudjuk, hogy a magyar történelme hány várostromról tudunk. Meg amiről annyira nem tudunk, mert éppen nem jegyezték olyan nagyon föl. Hát Eger ostroma most lett nemrég nemzeti emléknap. Egyébként katonailag nem egy olyan nagyon jelentős esemény, mint Nándorfehérvár ostroma. Nekünk ez egy borzasztóan hősi. Tehát hogy mondjam, nekünk ez természetes, hogy hát ilyen a történelmünk, nem? 150 évig itt volt a front, a török-magyar, az iszlám-keresztény kultúra határa itt volt. Itt kicsit mozgott erre-arra, végvár vitézek harcoltak, aztán kuruc idők, megint milyen hősies időszak. 48, a tököli a szabadság, 48. Hát gyakorlatilag megint azt mondom, hogy mihez hasonlítunk. A probléma nem ez, hanem az, hogy az amerikaiak hihetetlen büszkék Alamóra. És minden 20 évben csinálnak róla, vagy egy tévéfilmet, vagy egy mozi. John Wayne volt egyébként, aki nem csak eljátszotta a főszerepet, rendezte a Alamo című filmet. Mert ő egy amerikai hazafi volt, és azt mondta, hogy erről csinálnak egy hihetetlen látványos filmet. Nem tudtak látványosat csinálni, mert mit? Hát egy kis, tényleg egy akol, mint a törökök, ahogy nevezték a magyar végvárakat. De minden amerikai a szíve mélyéig megrendül, amikor Alamóról beszél, vagy hall. És a gyermekeiket úgy nevelik föl, hogy Davy Crockett, meg azok az amerikaiak, akik ott harcoltak, ők a hősök. És fanatikusan hisznek abba, hogyha valaki ezzel cseszekedik, és valami rosszat mond, akkor az nem amerikai. De elfogadhatatlan és megbocsátatatlan bűn ebben az országban, az Amerikai Egyesült Államokban, hogyha valaki a hősi múltjukkal piszkálódik. Nálunk az a furcsa, ha valaki a hősi magyar múltat annak tekinti, ami volt, hősi múltnak. Az egy fura nacionalista, már-már náci. Mi lesz akkor holnap? Ugye? Ez nem egészséges dolog, és még egyszer mondom, ilyen nincs másút. Tehát még a németeknél se, pedig azért ott is egy picit a történelmi büszkeség bizonyos defektet szenvedett az elmúlt 100 évben. De hagyd mondjam, jelképek szintjén. Amiközben az Árpád-sávos jelképek a mai napig is a magyar társadalom jelentős részében náci jelképnek számítanak. A Bundeswehr tankjain és vadászgépein ugyanaz a német lovakkereszt, valami Adolf Hitler tankjain és vadászgépein volt. Ugyanaz. Félelmet kelt valakibe? Egyébként engem zavar. Megmondom őszintén, mai napig, ha egy NATO Afganisztánban, én összerezzenek azért, amikor egy ilyen német páncélos, ugye, és nem a hang miatt, hanem mert ugyanaz a lovakkereszt van rajta, ami a világháborús, a nácik. Nézek körül, hogy ez komoly. Igen, és azt mondják, hogy ez egy ősi német katonai jelkép. Kész. Adolf Hitler ezt használta? Igen, mert ő is német volt. Hát sorry, nem szeretjük, ez német katonai jelkép. Föl sem merül az, hogy
már valami szivárványt fessenek a tankra, mert az sokkal globálisabb jelkép. Nem, elképzelhetetlen. Hogy miért nem vagyunk büszkék arra, amire büszkék lehetünk? Hát, édes Istenem, a szlovén barátaink, amikor a Jugoszlávia szétbomlott, és egy felmérést készítettek 91 után, ugye Szlovénia először lett önálló független ország, mert előtte Jugoszlávia része volt, előtte meg Ausztriája és egy kis része a Muravidék Magyarországé. És azt mérték föl a szlovén társadalom körében, hogy ki a legnagyobb szlovén történelmi hős. És az jött ki, hogy Mátyás király. Mert nincsen szlovén történelem. Ahogy szlovákoknál is még Jánosik lett volna, ha szlovák, nincsen. Tehát az ő történelmük közös a kárpát-medencei együttes történelmünkkel. Na most megint, és tényleg nem a gúny miatt mondom, ha a szlovén állam azt mondja, hogy csináljunk egy jó kis történelmi filmet, tudnak egy első világháborús valamit csinálni, mert ott már voltak szlovén nemzeti törekvések. De nem fognak tudni más csinálni. Egy szlovén királyt nyilván nem fog. Tudják, hogy a szlovén címerben mi van? Három csillag van. Azt tudják, hogy honnan jön? Az a Cillei családi címeréből. Cille, Cselje, az ma Szlovénia területén van. Cillei Frigyes a legnagyobb történelmi figurájuk, csak hát ő meg német volt sajnos. Tehát. És a Cillei családi címer emblémája a szlovén köztársaság címerében benne van, mert az a legnagyobb történelmi emlékük. Gondoljanak bele. Úgyhogy semmi köze egyébként a szlovén néphez. És ehhez képest azért megint azt mondom, a lengyel barátainknak, nekünk, a cseh barátainknak van egy 1000 éves, elég kemény és hősies múltunk. Időnként egymással se voltunk jóba, de hát attól ez még egy közös történelmi kincs. De míg a lengyelek rengeteg filmet készítenek a történelmükről, rengeteget, olaszokkal most forgattak 2-3 éve Bécs felszabadításáról egy történelmi filmet, ugye mert Sobieski szabadította föl az ostromlott Bécset. Vagy a 1920-as Vörös Hadsereg ellen vívott harcukról, Varsói csata címen. Nálunk meg elkészült a honfoglalás. Tehát nem igazán nézem azt, hogy ezt mi nagyon kincsként kezelnénk a múltat. Igen, és azért is döbbenetes, hiszen mennyi kiaknázatlan lehetőség, hiszen ott van például az Árpád-kor. Harmadik Béla a legnagyobb Árpád-házi uralkodó. Irodalmi művekben se nagyon szerepel, Passuth László 7-szer vágott mezőjében, amely tényleg egy nagy formátumú regény, és több nemzetéken átível. Ott van szó harmadik Béláról, aki ironikusan a feljegyzések szerint gyáva királynak nevezte magát. Harmadik Béla alatt először volt 20 éven át tartós béke Magyarországon. Nem kellett háborúzni senkivel. És ha jól emlékszem, ott idéztek a feljegyzésekből, hogy 49 évet élt meg harmadik Béla, és hogy az volt az emberi kornak valami végső határa, tehát úgy kezelték, és az Árpádok örökletes bajában hunyt el, ha minden igaz. Sőt, hogy Szent Lászlóhoz hasonlították, mert hogy külsejében is, tehát termetében is az átlagosnál jóval magasabb volt. És ugye időről felmerül a vita, hogy az a bizonyos Herma az valóban Szent László Hermája-e, vagy pedig harmadik Béla arcát ábrázolja. De akkor az elmondottak fényében kijelenthetjük, hogy lényegében egy erős hiánypótló tevékenységnek kezdtetek neki, a képregény tekintetében is, hiszen nem jellemző kis hazánkban, hogy olyan sűrűn történelmi témájú képregények. Rajtad kívül ki foglalkozik még a történelmi témákkal, képregény rajzoló? Hát azt szoktam mondani, hogy három ember foglalkozik vele. Én és megint csak én. Sarlós Endre esetleg. Sarlós Endre, igen. Igen. Aki hát ugye a te nemzedékedhez tartozik, de a fiatalabb alkotók közül nem. A fiatalabb alkotók közül sajnos nem látok senkit, akinek affinitása lenne a magyar történelemhez. És hát bizonyos szempontból megértem őket, mert nyugaton óriási merítés van, amiből lehet adaptálni. Filmszerűség. Azért is nagyon jó az együttműködésünk, mert a János filmszerűen ír, én viszont filmszerűen képzelem el a dolgokat. Például azért is szoktam mondani, hogy én nem vagyok jó illusztrátor, mert elolvasok egy könyvet, akkor előttem egy filmszerűen pereg le az egész történet, és hát abból kiválasztani egy-egy
részt, és azt illusztrálni, az nálam úgy működik, hogy akkor 20. oldalt megnézem, és ami rajta van, azt megrajzolom. Hát nem ez az igazi illusztrátor, de ilyenek is vannak. Tehát azért mondom, hogy ez a filmszerű képi látásmódom, szerencsére ez nagyon sokat segít a képregénynél. Például a fontos az, hogy ez az ismeretterjesztő képregény, történelmi képregény eljusson a fiatalokhoz. Na most ezen dolgozunk sokat, de nagyon, nagyon farahány borsó, hogy a gyerekekhez az iskolákba el kellene juttatni ezt az ismeretterjesztő történelmi képregényt. És ezzel szemben akkora ellenállás van, valahol érthető módon, számunkra kevésbé, hogy egyszerűen képtelenség ezt elérni. Én azt hittem, a gengszterváltás azért az meghoz valami némi szabadságot, és talán valami más szelek fognak fújni, de hát sajnos nem ez történt, mert talán még nagyobb az ellenszél, mint az átkosban volt. Hát ezt elég szomorú hallani. És János, te hogy látod a kortárs magyar történelmi regény helyzetét? Most azért úgy látszik, hogy egyfajta reneszánszát éli a műfaj, hiszen Benkő Lászlónak is születnek trilógiái, a honfoglalás, illetve a tatárjárás koráról, illetve Bíró Szabolcsnak is most jelenik meg az Anzsukról szóló könyve. De te magad hogy látod a helyzetet? Teljesen egyetértek. Ahhoz képest, hogy évtizedeken keresztül kevés olyan történelmi regény jelent meg, ami a magyar múltat pozitív oldaláról közelíti meg. Ellenkezőleg inkább az elmúlt 100 év depressziós, borzalmas eseményei jelentek meg, ahogy a filmművészetben is, érthető, mert közelebb van hozzánk a közelmúlt, mint a régmúlt. De ahogy mondod, nem csak Harmadik Béláról, hanem Szent István, Szent Lászlótól eltekintve nagyon sok árpádházi királyról egyáltalán nem írtak könyvet. Most van egy nemzeti dinasztiánk, hogy 300 éven át uralja a Kárpát-medencét, és alig tudunk róluk, tehát filmek, Szabó Magda drámáit tudnám esetleg mondani. Nagyon kevés ilyen mű van. De egyébként Hunyadi Jánosról sem sok regény, ifjúsági regények születtek. Ha belegondolnak, korábban nem írtak Hunyadi Jánosról. Tehát igazán átfogó, hosszabb műveket, nem Darvas Józsefnek van a Törökverő. Van néhány könyv, vagy ahol fölbukkan Hunyadi József, mint szereplő. De nem. Még Mátyás király, a Jankovics trilógia, meg a Harsányi Zsolt műve. A lényeg az, hogy valahogy a hivatásos magyar irodalmi körök teljesen nyilvánvaló és tapintható módon nem szívesen fordulnak a magyar történelem felé. Főleg nem a magyar történelem úgynevezett dicsőséges korszakai felé. Tehát egy mai modern írónál elképzelhetetlen az, hogy egy olyan történelmi regényt írjon, ahol a főhős nem homoszexuális, aberrált, őrült. Tehát egyszerűen, mintha ez egy kizárók lenne, hogy ő egy olyan történelmi regényt írjon, ami pozitív, ami normális történet a középkorból, mondjuk az Árpádok korából, a kuruckor, bárhonnan. Tehát valahogy, mintha ez egy elfogadhatatlan elhajlás lenne, hogy ezt egy kicsit bátran és a hősies múlt felé fordul. Vagy mintha ez tényleg egy olyan, a nacionalizmusnak egy olyan netovábbja volna, ami megbocsáthatatlan. Megint azt mondom, hogy azért, ha megnézzük a kortárs, akár nyugati irodalmat, ez nagyon nem így van. De mindegy, mert itt meg így van. És amit mondasz, hogy van egyfajta reneszánsz, az valóban én is úgy gondolom, hogy bízva abba és nem kis büszkeséggel gondolva, hogy talán a Hunyadi sorozat nem várt sikerének is van abban a része, hogy például a Gold Book kiadó rendkívül komolyan nekilátott ahhoz, hogy fölkutassa azokat a szerzőket, akik foglalkoznak történelmi munkával. Például Benkő Lacinak a kéziratai nagyon sokáig asztalfiókban hevertek. És aztán kiderült, hogy nem csak, hogy igény van rá, hanem nagyon komoly rajongótábora van, például az ő műveinek. Bíró Szabolcs, aki most valóban az Anzsú sorozatot kezdi el, március második felé jelenik az első kötete, rendkívül komoly, egy dunaszerdahelyi fiatal szerző, rendkívül nagy elánnal kutatja ezt a korszakot. És azt gondolom, ő egy egészen más stílusban ír. De mondhatom, a Bátoriak korában már trilógia jelent meg, Elek Ottó tollából, és egyre másra születnek azok a magyar történelmi regények, többnyire fiatal, vagy maximum középkori szerzőktől, amelyek már nyomaikban sem viselik ezt a fura, hülye gondolkodásmódot. Egészen egyszerűen bátran merítenek a múltból, és azt mondják, hogy egyrészt
megismertetni szeretnék az olvasóikkal a múltat, másrészt meg szórakoztatni. Amiben én nagyon hiszek, mert ha valami kínszenvedés, még ha tisztességes szándékkal is íródik, de nehéz egy kicsit, túl sok adat van bele zsúfolva, az nem biztos, hogy eléri a célját. Én ezért tisztelem nagyon Robert Mernek a munkásságát. És ezért szeretem egyébként a mai napig is Jókai Mikszáth Gárdonyinak a gyönyörű nyelvezetét, mert szerintem, ha valaki ezt már megszokta, egy mai gyereknek vagy fiatalnak borzasztó Jókait olvasni. Tehát nézzünk szembe vele, hogy ma már egy egyetemista is elborzat, hogy úristen, ez olvashatatlan. Tehát ez sajnos így van. Én még ezen nőttem föl, tehát nekem ez nem probléma, de tartok tőle, hogyha nem születnek újabb művek, a fiatalok nyelvezetéhez közelebb álló módon, akkor nem fognak ilyen regényeket olvasni a fiatalok. És én azért törekszem a filmszerűségre, és azért törekszem arra, hogy lehetőleg ne tudja letenni az olvasó könyveket, mert nem tudok más eszközt. Tehát kénytelen vagyok a lehető legolvasóbarátabb módon becsomagolni, mellestek én szeretek így írni nagyon, ahhoz, hogy elolvassák. És hogyha valaki akit elkap a gépszíj és végigolvas egy ilyen sorozatot, akkor ő benne él ebbe a korszakba. És ez a cél. Meg az a cél, hogyha elolvassa a könyveket, akkor érdekelje a korszak. És nincs annál nagyobb elégtétel, meg öröm, amikor egy olvasó azt mondja, hogy soha nem gondoltam volna, ugye nagyjából egy-másfél évente jelennek meg a kötetek, én magam is elfelejtek sok mindent, tehát nekem is utána vissza kell menni elolvasni. És van olyan olvasók, hogy minden újabb kötet előtt elolvassa az addig megjelenteket. Hihetetlen. Nálam jobban ismeri. Sokkal. Tehát őt szoktam fölhívni, hogy ha elbizonytalanodok bizonyos eseményekben, amit már megírtam. És vannak, akik pedig azt mondják, hogy oké, nagyon tetszett, és elolvastam azt a történelmi munkát, amit a bibliográfiába ajánlott. És hihetetlen. Én azt hittem, hogy ezt maga találta ki. Ez a legnagyobb hízelgés, amit egy történelmi regényírónak mondhatnak, hogy én azt hittem, hogy ezt maga találta ki. De ez így történt. Azt hittem túloz. Hunyadinak ez a hosszú hadjárat alatt, ez a egy nap három győzelem. Volt, aki azt mondta, hogy Bán úr, nagyon jó a könyv, azt egy picit túlzásnak éreztem. Hát mondom, tessék panaszkodni Hunyadinál, mert nem tehetek róla, ez azért történelmi tény. És ez egy fantasztikus dolog, mert azt mondja, hogy de utána olvasott, megnézte, és a Telekinek azóta született feldolgozásokat meg, és megnézik, és azt mondja, hát tényleg ez a Dracula, ez létezett? Ilyenek történtek? Meg az a csata, az tényleg így történt? A velencei flotta ilyen béna volt, ilyen elképesztően őrültek, irányították az országot. Igen, nyilván azzal, hogy ezek regények, tehát én nem történelmi szakműveket írok, hanem szórakoztató regényeket, de igyekszem annyi adatot, meg annyi fontos információt bele zsúfolni, amennyit csak elbír az, hogy olvashatóan fogalmazzak. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez a fajta reneszánsz, amit említesz, az elindult, és én nagyon-nagyon nagy reményeket fűzök hozzá, hogy nem, most nem akarok időtávlatot mondani, 10 év múlva, 20 év múlva, de én szerintem eljön az, nem is olyan sokára az az idő, amikor az Árpádokról, a 48-as szabadságharc koráról, a kuruckorról ismét születnek olyan igényes, szórakoztató és népszerű regények és regénysorozatok, amelyek szépen fölkeltik az érdeklődést, és egészen biztos vagyok benne, hogy születni fognak tévésorozatok. Hagy mondjam, most a vasárnap indul a Kossuth Kifli a televízión, amit én nagyon várok, mert én nem is tudom, mikor volt utoljára történelmi televíziós sorozat a magyar tévébe. És nagyon ígéretesnek tűnik, mert egyébként egy jó könyvből remélem, hogy egy nagyon jó sorozat lesz. Amit eddig láttam belőle, az engem lenyűgözött. Hát nagyon el tudnék képzelni az Árpádokról egy iszonyat hosszú, elképesztően látványos, fordulatos tévésorozatot. Hát a Hunyadiról is el tudnék, az egy más kérdés. Meg sok 48-ról is el tudnék. Az a helyzet, hogy olyan a históriánk, hogy bárhova nyúlunk, hát csak ilyen kincsekre bukkanunk. Nem is tudom, nehéz is. Igazából az egy írónak a nehéz, hogy most melyik korszakot válassza. És igen, hozzátartozik, hogy ez egy baromi drága műfaj. Tehát egy történelmi játékfilm, hogyha nem igénytelenül, és nem hozok inkább példát, szerintem láttak önök is olyan magyar filmet, ami nem sikerült olyan jól, történelmi korszakot dolgoz fel, az bizony sok milliárd forintba kerül. És azért itt jön az, hogy azon hány, mit szoktak mondani? Hány ezért? Lélegeztetőgépet, vagy igen. Igen, de pontosan így van. Arról nem beszélve, hogy tudják, hogy például az Egri csillagok. Csak moziba tudják hányan nézték meg az Egri csillagokat, a Várkonyinak a filmjét? 9 millió mozijegyet adtak el rá, 68-tól, nem is tudom, 81-ig. Igaz, hogy minket is, tehát iskolákat vittek, meg osztályokat vittek,
De hát 9 millió, és akkor még hány 10 millió néző nézte meg az elmúlt, évente leadják a Duna TV-n. DVD-n nem tudom, hanyadik kiadása van. 9 millió mozi egyet egy 10 milliós országba. Igaz, hogy 10, tehát nem két hétig játszották, ezt így van. Mindennel együtt. Ma már 50 ezer néző, és a producer az körbefutja a mozit 10-szer, olyan boldog, hogy 50 ezer néző van. 9 millió mozi jegy, és több 10 millió néző az elmúlt évtizedek alatt. Szerintem a magyar filmet nem néztek még ennyien. És hogy sárba taposták annak idején Várkonyit a kritikusok a egri csillagokért? Hogy kompromisszumokat tett a nacionalizmusnak meg ez a magyarkodás. Na most 9 millió mozi jegy. És akkor hagyd mondjam azt, hogy amikor a Hunyadit elkezdtük a kiadóval, a kiadó így próbált egy kicsit engem a lelkesedésemet hűteni, hogy nem biztos ám, hogy azért ez annyira megy, mert kockázat, tehát a Goldbook korábban csak külföldi sorozatokat adott ki. Tehát mindig történelmi regény képezte a profilját a kiadónak, az egyik fő profilját, de ezek vagy világháború sorozatok voltak, vagy a Sharp regények, a napóleonkori háborúkról szóltak, amerikai, angol, német szerzők. Attiláról is volt egy trilógia, a napi ető, de az megint csak egy amerikai szerző. És amikor jelentkeztem náluk, hogy miért nem adunk ki magyar történelmi regényt, akkor a Mocsári János, a kiadó vezetője volt az egyetlen szerintem a környezetemben, aki nem úgy nézett rám, mint egy marslakóra, hanem azt mondta, hogy tényleg miért nem? Na, mert nincs. Na, akkor én írok. Akkor írjál. Tehát ez egy kb. Ilyen hosszas üzleti megbeszélés volt. És amikor elkészült az első kötet, és kiadta a Goldbook, akkor tényleg a János próbált engem egy kicsit így visszahúzni, hogy ne ijedj meg, hogyha nem fogy olyan jól. Egy regény 2000 példányban jelenik meg ma Magyarországon. Annak idején ugye 100 000 példány, az szerintem nem volt egy kiugró siker, de akkor még olcsóbb volt a könyv, és többet olvastak a magyar emberek. Kevesebb tévét néztek. Nem is volt olyan sok tévé. És most 2000 példányról beszélünk. És azt mondta a kiadó, hogy ez a 2000 példány, nyugodjak meg, el fog fogyni 5 év alatt. Mert általában 5 év alatt fognak el ezek a kinyomtatott 2000 példányos kötetek. És amikor kijött a Hunyadi első kötet, akkor tényleg 2 hónapon belül eltűnt a polcokról. És nem értette az Alexandra se, hogy hol a francba van. És akkor megnézték a számítógépek, hogy nincsen. És most az első kötetből már a 10. kiadás készül. Tehát ez a sorozat 100 000 példány fölött van az eddig megjelent kötetek tekintve, ami még egyszer mondom, 80-as években nem is számított volna kiugró, sőt, kimondottan egy szerény eredmény lett volna. Ma meg valami elképesztő. Ugyanaz, mint a 9 millió néző kontra 50 ezer néző. És azt kell mondanom, hogy azóta megjelent művek, amikről beszéltünk, ugyanazt bizonyítják, hogy nem arról van szó, hogy nincsen igény magyar történelmi művekre. Meg nem azért nincsenek történelmi filmek, mert nincs rá igény, hanem mert nem akarják, hogy legyen, mert nem szeretnék, hogy ezek valamilyen oknál fogva eljussanak a közönségük köz. Csak míg egy filmet tényleg sok milliárd forintból lehet elkészíteni, regényt nem. Az pár megszállott ember kell, aki ráadoz egy pár évet az életéből, és akkor ott van, az nem lehet visszacsinálni. És például az ilyen partizánoknak, mint Attila a munkája, aki a Botondba rendületlenül történelmi regényadaptációkat publikál a legnagyobb magyar klasszikusoktól. És meg kell mondanom, hogy azoknak, akiknek ezt észre kéne venni, esze ágába sincs erre felfigyelni. Ezt egészen elképesztőnek tartom, hogy nincs se, és egyetlen olyan kultúrpolitikus is sem, aki azt mondaná, hogy tényleg, hát van egy fantasztikus grafikusunk, egy rajzolónk, aki meg tudná a magyar történelmet gyönyörű színes albumokban jeleníteni. Mert egyébként már megtette. Tehát már ezek a munkák jelentős részben készen vannak. Tehát, hogy eddig nem terjed az odafigyelés, eddig nem terjed az a fajta gondolkodás, hogy tényleg jó lenne, ha gyerekek megismernék a történelmünket. Mert ha nem fognak könyvet olvasni, mert lassan ott tartunk, akkor hogy? Meg ha nem csinálunk filmeket, akkor hogy? A tankönyvekből? Épp ezért szoktam azt mondani, a Hunyadi sorozatnak van néhány történelemtanár rajongója, akik tényleg szeretik, és mindig mondják nekem ilyen írólvasó találkozókon, hogy mindig ajánlják a gyerekeknek, és hát nem akarnak olvasni a gyerek, mindig ajánlják. Meg erre mindig azt mondom, hogy az Isten szerelmére ne ajánlja a gyerekeknek a könyvsorozatot. Mert ez a biztos módja annak, hogy ne olvassák el. És akkor mindig megütköznek ezen, hogy ne ajánljam. Mondom, ne. Inkább legyen olyan kedves. Mondja a következőt a gyerekeknek, hogy itt van ez a Hunyadi. Most gyerekek, ezt nem szeretném meglátni senki kezébe. Ebben annyi szex van, annyi erőszak van, hogy ezt jó lenne, ha nem, tehát ezt ne olvassátok. Borzasztóan erőszakos és erotikus az egész.
Szerintem ez az egyetlen módja, hogy esetleg kézbe vegyék. Hát én csak annyit szeretnék ehhez hozzászólni, amit kultúrával kapcsolatban, ugye hát kulturális életünk meghatározó elitje, ugye hát ellenségesen áll a magyar történelemmel szemben, és hát ez nagyon nagy ellenszél. Emiatt nagyon nehéz küzdésük van. Azt kell mondanom, hogy ez nem ilyen egyszerű. Tehát én szerintem nemzedékek nőttek föl ebbe a tudatba. És az a fajta berögzöttség, hogy nem kell ezzel foglalkozni, ez azért erős. Gondolj bele, Attila, hogy most már nincs ez a tűrt, tilt, támogat. Tehát most már senki nem mondja azt egyébként, hogy ne csináljátok. Egyszerűen valahogy megöröklődött ez a fajta szemlélet, és éppen ezért van az, hogy szerintem tehát ebből kitörni csak partizán mód lehet, tehát csak úgy lehet, amit te csinálsz, amit ezek az írók, akikről beszéltünk, és ez szerintem elér egy olyan ingerküszöböt, elér egy olyan mennyiség és minőségi változást. Mondok egy példát, tehát amikor a Alexandra népszerűségi listája nézed, ott ezek a könyvek már ott vannak. Tehát ezt már nem lehet úgy tekinteni, hogy nem létezik ilyen, hogy nincsenek ilyen történelmi regények. Sőt, ezek a történelmi regények vannak a lista elején, elég gyakran, hála is, és egyre gyakrabban. Szerintem ez az egyetlen módja van, mert hogyha ez még egyszer mondom, még több író írja műveket. És egyébként Magyarországon még mindig sokkal több ember olvas, mint általában szerintem Európában. Tehát még azért még mindig büszkék lehetünk, bármilyen csökkenő tendenciáról beszélünk is. És én azt gondolom, hogy nem kell, tehát nem feltétlen kell a kultúrpolitikának ebbe döntenie. Ha nem döntenek, meg ha nem csinálnak filmet, akkor is előbb-utóbb el fogja érni az igény. Meg az, hogy az emberek meg szeretnének ilyeneket olvasni, megnézni. Csak hát győzzük kivárni. Hát a szerencsés módon tényleg a magyar emberek olvasni még mindig jobban szeretnek. Lásd a könyved és a képregény eladási mutatóit. Viszont nekem a fixa ideám a gyerek. Tehát az, hogy az iskolákban milyen történelem tanítás folyik most, arra nincs rálátásom, de azért nagyon kíváncsi lennék erre, hogy általánosságban milyen a történelem oktatás, mert itt dől el minden. Úgyhogy én nagyon szívesen elmenik, nem tudom, majd ha egy iskola meghív, és arra kíváncsi lennék, hogy ott milyen történelem tanárok vannak, mert szerintem a fehér holló az, aki olyan értelemben tanítja a történelmet, amilyen értelemben mi földolgozzuk a magyar történelmet. Igen, erre én is kíváncsi lennék. Ez a kérdés bennem is megfogalmazódott, hogy vajon a régi, nevezzük így marxistának mondható történelem szemlélet még mennyire tartja magát, illetve ez a régi, a történelmi koroknak a tagolása, ugyanis a regényedet olvasva nekem olyan érzésem volt, hogy Luxemburgi Zsigmondot nem nevezhetjük már igazán középkori uralkodónak, és Hunyadi János sem egy középkori hadvezér, már-már a reneszánszba előre mutat. Ugyanakkor pedig, ha a magyar történelmet végignézzük, és az 1526 utáni szinte folyamatos háborús, zűrzavaros időszakot, amelyet időnként hosszabb, rövidebb békék megszakítottak. A középkor ténylegesen a szatmári békével ért véget, ha úgy vesszük, és utána indult el egy olyan polgárosodás, amely nyugati szintű. Hát megmondom őszintén, elnézést kérek, soha nem érdekelt, hogy ki honnan számolja. Korábban ugye nem is a Kolumbusz Amerika felfedezésétől számolták a középkor végét, hanem például Konstantinápoly elestéig. Tehát ez szerint például Nándorfehérvár ostroma már az újkorban történt, az újkor harmadik esztendejében. Azért nem érdekel, mert ez egy olyan önkényes nézőpont, most honnan számoljuk. Ez egy hosszú folyamat, és pontosan azért, amit mondasz, hogy Zsigmond idején a kultúrában, a hétköznapi életben már rengeteg prereneszánsz jelenség mutatkozott meg. Hunyadi Milánóban tanult, tehát ő magába szívta fiatalon a olasz kibontakozó reneszánsz hatásokat, a zenét, a kultúrát. Tehát egy olyan emberről beszélünk, aki még egyszer mondom, nem tudott írni, olvasni, de végtelen módon megbecsülte a költészetet, a zenét. Nem véletlenül, hogy Vitéz János, aki a korának legnagyobb gondolkodója és kulturálisan legképzettebb embere volt, a legjobb barátjai közé számította és becsülte. Egy olyan ember, aki egyébként csak a kardot becsülte meg, azt, aki az erőt képviseli. Hunyadi Jánosról tudjuk, hogy végtelen nagyra becsülte azt az embert, aki bár a neve Vitéz volt, ez egy fölvett név, Zrednai Jánosnak hívták egyébként, de voltak éppen irtózott a vérontástól,
és ugye később esztergomi érsekként a magyar kultúráért rengeteget tett. Vitéz János könyvtára, érseki könyvtára volt Mátyás király Korvina gyűjteményének az előképe. Nem véletlen volt az egyik nevelője Mátyás királynak. Na most, tehát maga az, hogy most mit honnan számítunk, nem érdekes. Szerintem a történelemben az az érdekes, hogy maga a török kor, a török háborúk 150 évig elhúzó időszaka okozta azt, hogy itt nem volt az a fajta polgárosodás, ami nyugaton teljesen organikus módon létrejött, okozta azt, hogy az etnikai viszonyok végzetesen megváltoztak a Kárpát-medencében, és bár hozzá tehetjük, hogy a török soha nem tudta Magyarországot teljes egészében elfoglalni. Tehát kezdve onnan, hogy valamikor Anjou Nagy Lajos idején megjelentek a magyar határokon, egészen a török kiűzéséig, ami ugye 1680-as években van. Sőt, még a Temes közben csak az 1700-as években szabadul föl. Tehát gondoljanak bele, elképesztő hosszú történelmi korszakról beszélünk. Ez azért brutális sebeket ejtett a magyar társadalmi fejlődésen. És ezt a mai napig nem hevertek. Nem csak a magyar társadalom egyébként, hanem a kelet-európai, hát a szerb, meg a többi, a Balkánról nem is beszélve. És ez még okozni fog bizonyos konfliktusokat, mert ha csak mondjuk Boszniára gondolnak, ahol a muszlim propaganda nem véletlen erős, az ugyanennek a történelmi folyamatnak a következménye, a török jelenlétnek. Tehát igazából ez egy fél ezer éves mese, ez egy fél ezer éves múltbeli történet a Hunyadi korszak, de bármilyen furcsa, a mai napig nap mint nap szembesülünk bizonyos következményeivel. Ha más nem, valóban a magyar délvidék etnikai megváltozásával, az erdélyi etnikai viszonyok megváltozásával. Hát nyilván egészen azt lehet mondani, hogy ezek Trianonig, meg a mai napig is borzasztóan húsba vágó, fájdalmas kérdéseket vetnek föl. És ezért van az, hogy egy nyugati, egy angol, egy francia ember nem tudja megérteni azt, hogy mi Kelet-Európa népeinek milyen a gondolkodása, mert ők békésen elháborúzgattak egymással. De ilyesfajta traumákat nem kellett megélniük. Tehát egy angol-francia viszonyban a 100 éves háború ma már egy ilyen vicces múltbeli dolognak tűnik, de igazából nem meghatározó. Angliában azért nem nehéz történelmi filmet forgatni, mert minden megvan. Nem jött senki, hogy lerombolja. Nekünk ez fura. Megvannak a levéltárak. Az angol történészeknek semmi gondja nincsen, bemennek és tudorkori papírokat szépen leveszik a polcról. Hát nekünk mit vesz le? Hát majdnem minden elpusztult a történelem viharaiba. És ezért is borzasztóan traumatikus egyébként a múlt felé fordulás, ezért nagyon nehéz azt mondani, hogy ez így történt, vagy úgy történt, mert igazából, ha egy történész által írt munkát elolvasnak, rájönnek, hogy annyi mindent nem tudnak. De annyi mindent. Hunyadinak az egyik legnagyobb győzelme az úgynevezett vaskapui győzelem volt. Döbbenetes. Most nem mesélem el, mert nagyon megy az idő. De állítom, hogy a magyar történelem egyik legnagyobb csodálatos tette. Fantasztikus. 5 nappal a Maros-Szent Imrei vereség után Hunyadi úgy verte meg az Erdélybe betörő mezitbéget, hogy a szokásokkal ellentétben nem az, hogy megszalasztotta és a török elmenekült, hanem megsemmisítette a fosztogató török hadsereget. Úgyhogy nem volt Hunyadinak hada. Tehát fegyvertelen parasztokat és városi céhes legényeket szólított hadba. Nem ez a lényeg, ez a vaskapui győzelem. Fogalma nincs a magyar történészeknek, hogy ez hol történt. Ugye ez nem az aldunai vaskapu értelemszerűen. Van Hunyad megyében egy vaskapu nevű falu, ahol emlékmű hirdeti azt, hogy Hunyadi itt verte meg mezitbék seregeit. Holott egyébként, ha valaki megnézi a topográfiai és a kronológiai viszonyokat, rájön, hogy nem lehetett ott semmiféle csata 5 nappal Maros-Szent Imre után. Tehát ez Gyulafehérvár mellett van Maros-Szent Imre. Nem tudják, hogy hol van, és még olyan történelmi munkát is olvastam, aki egészen egyszerűen az Aldunához helyezte a vaskapui csatát. Na most itt jön az, hogy egy regényíró azért elkezd kutatni. Nekem már az internet segítségével, meg az erdélyi barátaim segítségével rendelkezésre állnak olyan román történészek által írott munkák, amelyeket még korábban nyilván nem ismertek. Ráadásul van Google Earth, ami egy nagyon nagy találmány, és aznak a segítségével olyan topográfiai viszonyokat lehet pillanatok alatt leellenőrizni, ami nélkülözhetetlen segítség. És én egyébként mellesleg biztos vagyok benne, hogy én tudom, hogy hol volt a vaskapui csata, nem is lehetett máshol, de például ez egyetlen magyar történésznek a művében sem szerepel, mert ráadásul magyar történész mikor foglalkozott utoljára Hunyadival? Lassan 100 éve. De a történészeket sem nagyon érdekli, ha belegondolnak. Nagyon ritkán, amikor eljut oda egy-egy történész, hogy Dugovos Titus nem is létezett. Itt tartunk, tehát a hat történelmi közleményekben volt egy olyan cikk, ami arról szólt, hogy
Na már megint egy ilyen nacionalista hülyeség ez a Dugovistitus, tehát felejtsük már el, nem volt ilyen. Jó, ha volt, akkor meg nem Dugovistitusnak hívták. És egyébként van benne igazság, mert a Dugovistitus név az egy hamisítvány. A Dugovist család utólag hamisította egy oklevelet. Tehát tény és való, hogy azt a hőst, aki a festményen is magával rántja a török vitézt, biztosan nem így hívták. Na de az eset megtörtént, mert Bonfini megírta. És Bonfini volt az egyetlen olyan történész, Mátyásnak a historikusa, aki még beszélt veterán hunyadi katonákkal, akik ott voltak. És neki elmondták, hogy hát már majdnem vége volt az egésznek. Tehát ugye Nándorfehérvár a legnagyobb hősi epika, ami létezik a világon. Tehát a filmben nem lehetne olyan izgalmasan megcsinálni, ami a valóságban történt. Hát elveszett a vár, vége volt. Tehát a törökök már benugráltak a pici kis fellegvár területén, amit ha megnézik, hogy mekkora volt a Nándorfehérvárhoz képest, hát az már gyakorlatilag az utolsó talp alatnyi föld. És Bonfininek elmondták a veterán katonák, az öreg hunyadi katonák, hogy és akkor ott volt, nem tudják, hogy ki, nincs benne. Bonfini krónikában nincs benne a neve Dugovistitusnak, nem is így hívták. De elmondták, hogy és akkor volt egy magyar vitéz, aki amikor már mindenki feladta, akkor ott termett a bástyán, és lerántotta magával a törököt az ászlóval együtt. És erre azt a nézetet propagálni, hogy nincs mire büszke, nem volt ilyen. Hagyjuk fenébe. Itt van jelentősége a jelképeknek. Ugye ezt szerintem mindenki előtt a Wagner Sándor által megfestett kép van. Onnan ismerjük legjobb. Nekem mindig ez jut eszembe. És ha maguk elé próbálják idézni ezt a festményt, akkor van a háttérben egy zászló. Egy magyar zászló. Megvan ez a kép így nagyjából? Egy piros-fehér-zöld zászló. Ó, véletlenül Attilának éppen a színlapján van. Ez egy piros-fehér-zöld zászló. Ott van Dugovistitus, vagy akárhogy is hívták. Na most gondoljanak csak bele. Mióta van piros-fehér-zöld zászló? A reformkor óta. Tehát a 48-as szabadságharcban használták magyar katonák először a piros-fehér. Előtte nem létezett, mert ez a francia trikolor mintájára létezett. Előtte az a nagyon bűnös árpádságos zászló volt a magyar állami és katonai zászló. Nagyon hosszú, 1000 éven keresztül az árpádok kora óta. Nem azért festette oda Wagner Sándor a piros-fehér-zöldet, mert ennyire alulművelt fickó volt, hogy nem tudta ezt. Hanem mert ez egy jelkép. És pontosan tudta, és egyébként akik akkoriban az első nézői voltak ennek a festménynek, ők is tudták, hogy ez egy történelmi anakronizmus. Ez egy jelkép. Ahogy az amerikai barátainknak az a nyomorult álámú. Mindent megtestesítő jelkép. Nekünk ez a piros-fehér-zöld zászló, és az az ember, akinek nem tudjuk a nevét, és szerintem soha nem is fogjuk megtudni, aki megmentette a várat Hunyadi mellett, ő volt az, akin ez múlott. És hagyj fejezzem be azzal, hogy én megmondom őszintén, és sokáig picit túlzottnak éreztem ezt a Dugovistitus sztorit, hogy most jó, lerántotta, és akkor mi van? Egészen addig, amíg a már említett Mohamed filmet meg nem néztem, a török filmet. Fetih 1453 a címe. És ennek a filmnek a plakátja az anti-Dugovistitus. És ennek a filmnek a csúcspontja az a jelenet, és törökök ilyen 15 percen át ezt mutatják ebben a filmben, amikor iszonyatos hosszú ostrom után végre följut az első török katona a Konstantinápoly legmagasabb bástyájára. Kezében a pontosan olyan lófarkas török zászlóval, egy hatalmas félholddal zászlóval. És ebben a török filmben azt lehet látni, hogy már nagyon sebesült ez a török katona, végtelen jóképű poszter figurát képzelnek el, és a görögök még belelőnek a 50 ezer nyilvesszőt a biztonság kedvéért, de ő, mint egy ilyen szovjet partizán filmben, még térdre rogy, de még föl kell a török zászlóba, és akkor lassított felvételen egy 20 percen át nézzük, amint még megy, de már majdnem leesik, és aztán így kitűzi a zászlót. És ebben a pillanatban azt lehet látni a filmen, hogy a görögök föladják. Tehát vége. Egy több héten át tartó brutális ostrom után ez az a pillanat, amikor elfogy az utolsó cseppelő. Mert az ellenségnek ott van az ászlója. És a törökök meg nemhogy föladnák, hanem iszonyatos erő önti el őket, hogy megvan, megnyertük, ott vagyunk, már fönn vagyunk, most már menjünk, most már akkor legyen vége. És akkor jöttem rá, egy török történelmi filmen keresztül éltettem meg Dugovistitusnak a hősiességét, hogy egy ilyen lélektani pillanat, amikor hónapok óta akár zajlik egy ilyen ostrom, nincsen már olyan ember, aki ne lenne sebesült, nincsen ember, aki ne lenne hullafáradt. Oszló holttestek vannak ugye mindenütt.
normális ember már föladta volna réges-régen, és minden pici kis lélektani dolog már eldönti. Tehát már nem az erő dönt, mert az ellenség túlereje megszámlálhatatlan. A törökök már ott vannak benne, az utolsó talp alatti helyeken is ott ugrálnak. Előttünk, mögöttünk. És jön egy ilyen fickó, nem tudjuk, hogy hogy hívják. És nem gondolkozik, lerántja magával ezt a zászlós törököt. És a törökök azt mondják, hogy föl is jegyezték a török krónikások, hogy akkor értették meg, hogy Allah nem akarja, hogy ők győzzenek. És Hunyadit nem lehet legyőzni itt és most. Nincs értelme tovább harcolni. Ezzel szemben a magyarok azt látták, hogy hát hiába vagyunk már az utolsó pár négyzetméteren, az utolsó talp alatnyi hely, és már térdre rogytunk, és már alig érünk, de láttátok? Inkább meg. Hát akkor gyere, adjunk nekik még egy, még szedjük össze az utolsó csepperőnket. Nagyon nehéz ezt megérteni, és milyen szégyen, hogy ezt egy török történelmi filmből kell, hogy átérezze az ember. Olyan filmben, ahol éppen az a szultán, akit Hunyadi megvert, éppen győzött a görögök ellen. És ezért kell ezzel komolyan foglalkozni, és ezért kell elmondani, mert ez nem csak egy festmény. Tehát ez a festmény, ennek réges, ennek egy 3D-s mozifilmnek kellett volna már rég készülnie, nem? Vagy többnek. Azért, hogy a gyerekeink is megértsék, mert a gyerekeinknek ez egy festmény. Ki fogja ezt érzelmekkel megtölteni, ezt az egész történetet? És szerintem ezért is azt gondolom egyébként, hogy sokszor ez egy teljesen kilátástalan harc, amiatt, amit Attila mond, hogy évtizedek óta ellenszél van, és nem is kicsi, és azóta is ellenszél van, amióta egyébként történt elvileg itt egy nagyon komoly rendszerváltás állítólag. Ilyen szempontból nem történt. Nem hallottam. De viszont ezért kell, és azt kell mondanom, hogy minden apró esemény, a Kossuth Kifli, a Hunyadi könyvek, az Anzsú sorozat, és minden, ami arról szól, hogy mégiscsak van valami, és mindig vannak olyan szerzők, filmesek, zenészek, bárki, aki azt mondja, hogy de azért csináljunk, folytassuk. Az azt jelenti, hogy újabb nemzedékek felé azért mégiscsak eljutnak ilyen történetek, és én egészen biztos vagyok benne, hogy ez csak időkérdése, hogy ez válik igazából az alappá. Ez válik a természetessé. Ez válik. És az lesz a természetellenes, ha valaki azt mondja, hogy bocsánat, hogy ezzel a hülye példával zárom le, ha ma valaki kirakja a magyar zászlót a házára, akkor azt kérdezik, hogy miért rakott ki? Amerikában azt kérdezik meg, hogy miért nincs kint a zászló a házadon? Valami bajod van az országunkkal? Magyarországon mi van, te nacionalista vagy? Értik a különbséget? Tehát annak kell a természetesnek lenni, és most nem azért, hogy zászló erdőbe boruljon az ország, mert a Horvátországban is a háború után minden házon zászló volt, most már nincsen. De ha valaki kirakja, ha valakinek fontos, akkor ne nézzenek már úgy rá, mint egy marslakóra, hogy gyanús vagy. Nagyon-nagyon furcsán néznek valakire, hogyha tehát egy zöldövezeti, vidéki kis kényelmes, minden amerikai filmben mit lehet látni? Kis frissen nyírott kertben, a füvön, ott van a póznán az amerikai zászló. Vagy ha nem, akkor az ablakban. Csináltattam, nem lehetett kapni még Árpádsághoz zászlót. Még akkor nem tudták, hogy ez náci jelkép. Kiraktam és kérdezték szomszédok, hogy ez mi ez? A nyugi amerikai zászlót csak elfelejtették belerakni a csillagokat. Ja, jó. Nem, tehát ott tartunk, hogy ezt egyébként halálkom. El kell mondani, hogy mi ez a zászló. És el kell mondani, hogy nem, ez nem nyira a zászló. Pár száz éven keresztül ez volt a magyar állam zászlója, a magyar hadseregnek az örökös jelképe. Mellesleg magyar köztársaság címerében ez az egyik alkotó elem. Árpád Sávos a Magyar Nemzetbiztonsági Hivatalnak a címere. És az Rinyi Egyetemnél. Tehát olyan vicces volt, amikor a Gyurcsányék az Árpád Sávos, tehát állt a Gyurcsánya a pódiumon, előtte a Nemzetbiztonsági Hivatalnak a címere, amin egy turulmadár ül az Árpád Sávos címere, ezért pajzson. És elkezdte, hogy ez a náci jelkép. És akkor vicces volt, mert gyakorlatilag ez a magyar államnak az egyik legősibb jelképe. Tehát ezek szerintem teljesen fölösleges, meg politikusok által gerjesztett butaságok. Megjegyzem, nincs a világon olyan történelem, ami csak dicsőséges lenne. Nincsen olyan jelkép, amihez ne fűződne tragédia és mocskos dolog. Tehát az amerikai sas, mondjuk az amerikai csillagsávos lobogó pár millió indián kiirtásáról is szól. Az orosz cári címer nem kevés szibériai benszülött meggyilkolásáról szól. A belga oroszlán mindössze 10 millió észak-afrikai benszülött meggyilkolásáról is szól. Ettől még a belgák azt mondják, hogy ez a mi oroszlánunk. Még a valonok is, meg a flamandok is. És akkor Nagy-Britannia lobogójáról nem hát is beszél. A Union Jackhez is fűződik némi vér. Azt gondolom, nincsen a világon olyan nemzet, nincsen olyan jelkép, amihez ne fűződne bármilyen mocsok. Nincsenek fedhetetlen történelmi korszakok. Megjegyzem, ilyen alapon Hunyadit is lehetne tömeggyilkosnak nevezni, mert
viszonylag visszafogottan kezelt a liberális gondolkozást, és voltak egészen komoly faji fenntartásai bizonyos népekkel. Ilyen a történelem, ezzel nincs mit csinálni. Nem szabad mindent betegesen egy szempontból nézni. És akkor tényleg azt mondom, hogy én nem csodálom, hogy egy török számára Hunyadi János nem olyan pozitív hős. Amikor a film terveiről gondolkoztunk, egy török üzletember éppen ott volt abban az irodában, ahol ez a megbeszélés folyt, és egyik producer, hogy így mutatta, hogy jaj, de hogy itt vagy, nézd, van egy ilyen könyv, hogy Hunyadi. Pasi addig egészen mosolygós, jókedv volt. Aha, Hunyadi. De hallottál róla? Igen. De nekünk meg fontos, és szerintem ez a lényeg. Azért én még nem tenni a nagy esküt a Dugovics Titus nem létezésére, mert ha azt veszük, hogy kiderítették ugyan, hogy az hamisított oklevél, de egyrészt a családi hagyomány, másrészt pedig abban az időben azért a hamisítást, hogy úgy mondjam, eléggé szigorúan büntették, és általában nem volt jellemző a nemességre is, és általában az akkori korra az, hogy ilyen hogy mondjam, dolgokat elkövettek volna, ami manapság más egyáltalán nem tűnik. Erre azt szoktam mondani, hogy egyébként szerintem teljesen mindegy, hogy hívták. A lényeg maga, hogy ez egy megtörtént eset. Hála Istennek, Bonfininek, egy olasznak köszönhetjük, hogy ezt megörökítették. Ha nincs Bonfini, meg nincsenek az olasz krónikásai Mátyásnak, akkor ez feledésbe merül, mint meg annyi. És akkor megint az, hogy hány ilyen hőstette volt a magyar történelemnek, ami azért nem tudunk róla, mert nem volt a közelebben egy historikus, aki ezt legalább egyszer följezte volna. Ilyen alapon pont nekem mindig az a vélemény, engem nem érdekel egyébként, hogy Hunyadi, tehát engem halálkozóan nem zavarna, ha kiderülne, hogy teljesen olászárvazású volt. Ugyanis Hunyadi ízig-vérig magyar katona volt. Hunyadi Mátyás ízig-vérig magyar király volt. Minden gondolatában magyar király. Nem is szeretik a románok egyébként, bár büszkék szeretnének rá, csak közben a történelmi tények azt bizonyítják, hogy azért nem viseltetett túl nagy jó indulattal népük iránt. Teljesen mindegy. Ahogy Petőfinél is, hát ki az, aki azt mondja Petőfinek, aki kétségbe merné vonni Petőfi magyarságát? Vagy Zrínyinek a magyar nemzeti elkötelezettségét, holott ő egy horvát nemes ember volt, aki a magyar királyságnak volt az arisztokratája. Hát milyen beteg gondolkodás az, hogy ha ezt így közelítjük meg. Nem tudom, tehát én azt gondolom, hogy nem vagyok történész, nem tudom, hogy valaha bebizonyosodik-e. Megjegyzem, én örülnék, ha kiderül, hogy mégiscsak ez így, pontosan úgy igaz, ahogy tudjuk. Én abba hiszek, hogy ezek a kérdések olyan szempontból számítanak csak, hogy léteznek, és nem szabad hagyni, hogy ezeket nevetség tárgyává tegyék, vagy megkérdőjelezzék. Még visszatérve a kedves Duszámnak a polgárosodással kapcsolatos mondatára, hát nekem ez egy kicsit olyan vörös posztónak számít, de a történelmi szemléletünkre jellemző, hogy a szatmári békét is gyakorlatilag Károlyi árulásának tüntetik föl, holott egy vesztes háború után egy ilyen békét kötni, bár minden vesztes háborunk után ilyen békét sikerült volna kötni. Például a utóda Trianon előtti Károlyi Mihálynak sikerült volna, akkor biztos, hogy ott lenne a szobra a magyar panteonban. Hát ezek után végszóként annyit tennék hozzá, hogy talán a történelmi regény műfaja és további újjáéledése segít abban nekünk, olvasónak, itt az ifjúságnak, hogy a belénk rögzített, sokszor téves évszámokhoz kötött ténykultuszt végre az összefüggések megértése váltsa föl. Úgyhogy ennek fényében köszönöm a részvételt a kedves előadóinknak, a hallgatóságnak, és most lehetőség nyílik, aki szeretne vásárolni a Hunyadi kötetekből, a képregényekből, és természetesen a szerzők dedikálják a műveket, illetve kötetlen beszélgetésre is alkalmat adunk. Bocsánat, ha esetleg valakinek ilyen nagyon hosszú előadás után esetleg kérdése van. Elég volt ennyi, megértem. Köszönjük szépen a figyelmet. Köszönjük a figyelmet.